És már itt is vagyok, a viszonylag gyors körben sikerült összeszedni mindent. A Minecraft. Minecraft. Egy ideje nem volt most ebből a sorozatból a következő részt, nem írtam át a játékot, mindjárt megteszem. Szóval egy ideje nem volt már ebből a sorozatból rész, most valószínűleg a héten lesz kettő is. A mai nap folyamán is, illetve a szombat is, hogyha jól emlékszem, hogy mégiscsak tudok streamelni szombaton. Az is valószínűleg ez lesz, és vagy ez is, mert a szombati stream azért az hosszabb annál, hogy csak ez legyen. Szépen haladgatunk. Utána néztem mostanában egyébként ilyen farmoknak, meg farm designoknak, és nagyon-nagyon király dolgokat lehet csinálni. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon király dolgokat lehet csinálni. Farm designok tekintetében, most pár dologra kifejezetten rá lelkesedtem, semmi arra, amit most meg tudnék építeni. Így az Ender Dragon megölése utára vannak egyébként kifejezetten beteg designok, kifejezetten jól működő designok, tehát a kikapcsolható Wither farm, mert nem Wither farm, hanem Witherrel működő Wither Rose farm, amit ki lehet kapcsolni, az szerintem zseniális, tehát az egyszerűen zseniális. Mert mint hogy konkrétan jelenleg úgy működik a játék, hogy a Wither-t magát ki lehet kapcsolni. Illetve hát így inaktiválni, ott marad egy Wither attól függetlenül, tehát nem megöljük a Wither-t, meg semmi ilyesmi. Casual Gamernek a This War of Mine abszolút ajánlat lehet, de játék skilleket tekintve nem feltétlenül kell annyira elképesztő ügyesnek lenned, de az nehéz, tehát azért az elég heavy, főleg ha a gyerekes kiegészítővel játszod, na mindegy. Szóval azért elég jó cuccokat lehet csinálni, most egy összevont XP / XP és Wither Rose farm, amin gondolkozom, ami azért elég betegen hangzik egyébként, ez ilyen átállítható lenne, hogy melyik állapotban legyen éppen. Ez azért elég beteg dolog lenne. Aztán, de ezek mind arrébb vannak. Ami most talán egy kicsit közelebb van, az egy nagyon-nagyon alapvető XP farm a bambuszból és a kaktuszból, de hogy szerintem ma nem is azon fogunk feltétlenül dolgozni, vagy ha dolgozunk is rajta, sem az lesz a fő dolga, mert igazából az még egy picit arrébb van, hogy ezt meg tudjuk építeni. Nagyon sok vas kell hozzá. Nagyon-nagyon sok vas kell hozzá. Úgyhogy valószínűleg az első és legfontosabb az egy vas farm design lenne. Ismerek vas farmot, vas farm designt egyébként. Nem vagyok benne biztos, hogy azt akarom építeni. Illetve ahhoz is kellenek alapvető nyersanyagok. És falusiak. Kellenek hozzá falusiak. Honnan rájból fogunk falusiakat szerezni? Szóval, ezeken fogunk elkezdeni dolgozni, nyersanyagokat fogunk bővíteni, illetve egy... Iron Phoenix már nem működik 1.14-ben, az ki lett patchelve. Ilyet nyilván bányásznunk kell. Magunkat akarom erősíteni, esetleg enchantolt páncélok, enchanting, tehát nagyjából ilyesmi a mai cél. Meglátjuk igazából, hogy meddig... Ez volt, azt hiszem, ugye? Mindegy, megnézzük, és aztán... Igen, az Iron Phoenix-et azt sajnos ezt kiszedték. Oké, ez így igazából ismerős, tehát hogy ez akár lehet is az. Inventorim tele van kővel, legcsóróbb nadrágokban járok. Aha, ez akár lehet is az, ahonnan indultunk. Van egy hidunk, ja, ez az, ez itt nagyjából az. Tehát, ja, valami enchantolós helységet szerintem érdemes lenne kialakítani. Ugye az állatfarmok azok kész vannak, nem ezekre az állatfarmokra gondolok, hanem a valódi állatfarmokra gondolok. Amik itt vannak hátul. Ahol a tényleges állattermelés történik. Kár, hogy ki lett patchelve. Át készültek azért. Nem olyan technológiával, meg nem annyira produktív farmok, de készültek azért azóta is elég jó farmok. Azt hiszem most...
Az baj. Lehetett volna rosszabb is, mert a csirke a legkönnyebben visszatölthető állatok egyike. Fönti állatok meghaltak? Nem. Jó, az a lényeg, hogy a többi farmon ugye nem sérültek az állatok. Jó, ezek nem sérültek. Jó, ez lehetett volna sokkal rosszabb is. Gertát Hunnak nagyon-nagyon szépen köszönöm a Prime-ot, nagyon-nagyon király vagy, köszönöm szépen, üdv a csapatban, illetve Vince K1-nek is nagyon-nagyon szépen köszönöm a Prime-ot, és nyilvánvalóan neked is üdv a csapatban, és Polisnak meg nagyon-nagyon szépen köszönöm a szabot, immáron 29 hónapja, nagyon-nagyon király vagy, vup, már jó sok ideje, vup, bizony nagyon-nagyon sok ideje, nagyon-nagyon király vagy, köszönöm szépen. Oké, össze kell szednem a cuccaimat, az le kell tennem a követ. Hol tudunk tárolni most még ennyi követ? Veszek sehol. Szerintem ennyi kőtárolásra nincs alkalmas helyünk. Hátul, mintha lenne valami hely. Az van, hogy most nem ilyen elképesztően advanced tároló rendszereket használok még, hanem próbálok rendet tartani a kis cuccaimban, ami elképesztően meglepő, és nyilván engem is nagyon-nagyon meglep. De hogy ez illik ez a kis házikóhoz, amit építettem. Aztán majd valószínűleg ebből előbb vagy utóbb úgyis ilyen super advanced tároló rendszerek lesznek, szóval igazából mindegy. De hogy legalább eleinte egy picit picit finomabbra vesszük a dolgokat. Oké, eszközök se kellenek most. Illetve kellenek majd, mert le kell mennünk bányászni nyilván. De hogy most egyenlőre össze kell szednünk a cuccokat. Hopper nem semmisült meg. Nem, a Hopper nem semmisült meg. Azt, hogy ez a tehén itt van, az fura. Ja, nem annyira fura. Leesett valószínűleg. Még egy tehén leesett. Jó, azt vissza kell építenünk viszonylag gyorsan. Az összes többit el tudjuk intézni, csak ne essen le több állat. Mert ha leesik több állat, akkor elkezdhetem újra összefogdosni őket. Ugye ezeket nyilván nem vissza fogom terelni, mert egyszerűen lekaszabolom. És inkább ne essenek le az állatok, hogy ne kell őket lekaszabolnom. Oké. Okay. Jó, marad bent annyi, hogy vissza tudjuk szaporítani. Hát akkor igazából sima pita. Akkor nincs semmi probléma. Menjél visszafelé. Ugye arra felé szépen. Menjél visszafelé, mint hát sértél volna ezzel kapun. Jó, tehát ezzük fej nem jött át. Bambuszszerzés rész. Hú, a bambuszszerzés rész. Az a nagyon meglepő egyébként, így utólag nyilván. Alapvetően nem annyira fontos, vagy nem annyira izé, de hogy szóval így utólag azért meglehetősen meglepő, hogy a bambusz, azt hiszem a bambuszos rész az YouTube-on összességében kevesebb megtekintést hozott, mint a hídépítős, pedig a bambuszos ezerszer jobb amúgy, ilyen, vagy ezerszer izgalmasabb, abban nyilván így össze-össze rohangászok, meg meghalok, meg mit tudom én. Csak valószínűleg nem választottam neki jó címet. Vagy tényleg mindenki nagyon rá volt állva arra, hogy ez elképzelhető, ez egy opció, hogy mindenki nagyon rá volt állva arra, hogy kell az a híd, és amikor meghallták, hogy lesz híd, akkor nagyon fontos volt. Jaj, a tojással őket simán visszarakom, szóval aki a csirkéket tök egyszerű visszarakni, azért is mondtam, hogy lehetett volna rosszabb, az összes többi állat nehezebb lett volna, mint a csirke. A csirke az viszonylag egyszerű. Dude, építettél egy hidat, ami jól is néz ki, mikor volt ilyen content? Ebben mondjuk igazad van. Mit tudok lerakni? A bárhova! Ezeket le tudom rakni. Ezeket ki tudom... Ó, várjatok, valaki azt mondta, hogy ha ezeket a vackokat kiégetem, akkor most itt tudom kiégetni, akkor abból azonnal ilyen smooth stone lesz. Nem vagyok benne biztos, hogy ki lehet egyáltalán. Oké, lehet nem erre gondolt. Hát ez szomorú. Micsoda rend? Jó, nem... Nem lesz hirtelen izé rend. De sokkal rendebb a rend, mint amennyi rend általában államrend szokott lenni, jó? Oké? Hidakat kell építeni. Igen, az a helyzet, hogy hidakat kell.
Pedig a másikban neveztem egyébként homofóbnak a fél világot, és arra nagyon sok komment. Tehát nem arra érkezett nagyon sok komment, nem neveztem senkit homofóbnak. A másik a nátkeresős részben beszéltem az izéről. A Coca-Cola-s reklámkampányról. És maga a reklámkampányos dolog az nem, de a YouTube közben volt pár megjegyzésem, ami annyi embert ütött szíven, hogy ez valami hihetetlen. Hú, akkora hülyeségeket írtak össze-vissza. Hú, nagyon, nagyon vicces volt ott ez a komment szekció. Ezek a csirkék mennyi, hogy szalad. Gyere vissza! Mindegy, végül is ezeket is ki tudjuk sütni, szóval ez is 22 hús, szóval azzal nincsen baj. Tönkrement az állatsimogató. Hála az égnek, nem vészesen egy creeper robbant be. Nem haltunk meg egyébként, ami csoda, mert hogy egyébként minden lehetősége meg lett volna, hogy az arcunkba robbanjon azonnal. Nem haltunk meg, és csak a csirkék sérültek meg, ami szerintem egy egész jó eredmény. Mert ugye a csirkék azok alapvetően nem... Tehát azok az egyszerűbbek, azokat könnyű visszapakolni. Lassan kéne a pincéből egy feljáró. Na, most ez lesz a következő, ami lovagolni fogunk. Most megépítettem nektek a hidat, és akkor most azon pörgünk, hogy kéne a pincéből egy feljáró. Egyébként teljesen igazad van, de hogy most nyilvánvalóan nem az a fontos, hanem most az a fontos, hogy visszaalakítsuk az állatfarmjainkat. Nem kell foglalkozni, hogy jaj, nem úgy értem, nem gondolnám, tehát nem... nem gondolnám hülyéknek, egyetlen nem izére gondolok. Tehát nem arra gondolok, hogy ilyen eszeveszett hülyeségeket írtak volna, vagy bármi ilyesmi. Itt volt egy egész sütőrendszer. Na, az viszont para, és onnan viszont kiestek a hopperek. Szerintem nem hülyezném le őket, hanem egyszerűen máshol vannak a prioritások, és abból adódóan, hogy máshol vannak a prioritások, írtak olyanokat, amik ilyen... Így kicsit belegondol, akkor így... Fura vagy, dude? Tehát, hogy nem... Ez nem az a szituáció, hogy nem kell foglalkozni a hülyékkel. Nem is kell egyébként mindegyikre. Volt, aki olyanokat írt csak, amire itt tényleg nem kell, arra nem is reagáltam érdemben. Tehát, hogy így leírtam, hogy jó, így is leülhetsz. Tehát, hogy... Új méhekhez mit szólsz? Milyen méhekhez? A Minecraftban nincsenek méhek. Vannak méhek, nem nincsenek a Minecraftban méhek. Minek kellett ez a híd? Hát, mert mindenki rágta a fülemet. Hidd el, hogy én aztán nem ragaszkodtam volna annak a hídnak a létezéshez. Oké, a kaja termelésünkkel kapcsolatban vannak azért felvetéseim. Tehát, hogy kicsit olyan az az érzésem, mintha túlgyártanánk magunkat kajával. Mert így nem mondom, hogy így egyértelműen túlgyártjuk magunkat kajával, de hogy mintha túlgyártanánk magunkat kajával. Ami nem baj. Mondjuk egyébként egészen eddig a sorozatban semmi más nem csináltam, csak kajagyártó dolgokat. Szóval valószínűleg túlgyártjuk magunkat kajával. Modban vannak. A modot ezt vágom? 1.15. Jaj, ne! Mármint, hogy már is? Ezek voltak azok a lagok, amikről beszéltem, hogy miért hagytam abba a hardcore-t. Ezen a mozgáson lehetett látni, mire gondolok. Ugyan ne verj egy csonttal, aztán kéne dobni az értékes nyersanyag. Nice, eldobta, csak nincs helyen felvenni. Szóval ez egy pont 15-ben jönnek méhek. Get your priorities together, Mojang. Get your priorities together. Jó, nyilván jó dolog a méhek, de hogy... Tényleg ez az egy, ami... Lehet jó dolog, azt mondom, hogy jó dolog. Lehet jó dolog. De tényleg ez az, ami így... Így amire úgy érezték, hogy... prioritásban ez lesz a következő. Letört a sapka. Yes!
letört a sapka! Egy olyan sapka volt rajtam, ami... Szóval, amit nem lehetett leszedni egy enchant miatt. Ilyen binding enchant, és csak akkor jön le, ha meghalok. És ugye nem lehetett leszedni, és azt vártuk, hogy lekopjon. Így üttettük is magunkat, meg minden. És akkor most végre lejött a dolog. Úgyhogy most már hordhatunk jobb sapkát! Nem, mintha lenne jobb sapkánk. De hordhatunk jobb sapkát, így felkaptam igazából ilyen bármilyen körbenézés nélkül. De nem akármi. Azt tudom, hogy a mezőgazdasági termékek, azok... Miért vannak lent a felhők? Nem mondod, hogy ez izé... Azt nem mondod, hogy ez egy optifine-os dolog, hogy feljebb lehet tolni egy aljás felhőket, mert most épp nincs bent optifine. Köd van, de hogy van köd, azok felhők. Ahogy ez az Optifine, az cucc. Én nem tudom, miért került ki a gyárból az Optifine. Telepítettem egy másik Optifine-t máshova, és így eltűnt ez is. És ez ilyen kicsit nekem fura. Oké, ezeket akkor most mind beledobáljuk. Az összeset is. Jó, nem dobáljuk bele az összeset, nyilván nem kell beledobálni az összeset. Halló, Csibe! Oda tessen menni. Oda, arra fele. Na jó. Hát még nem tudom, hogy te itt le tudsz menni. Nem valószínűleg nem tudsz menni. Hát akkor a viszontlátásra. Szia, Sun. Egy! Miért halt meg azonnal? Ó, szerintem beleszpanolt a földbe. Alapvetően örülök, hogy utána azonnal kettőt tudtunk kiszpanoltatni, de hogy... Igen, az ott egy kicsit meglepett, hogy az ott miért halt meg azonnal. Wow, micsoda izéink vannak! Csirkesztrikjeink, nem is tudom, hogy ezt minek hívjam. Hívjuk csirkesztriknek. Egymás után egy halom csirke. Piu, piu, csirke, ez is csirke, az is csirke. Elég kicsi az esély egyébként. 1/8? Vagy valami ilyesmi az esélye annak, hogy lesz minden. Lesz egy eldobott tojásból a csirke, szóval minden egyes eldobott csirkének nagyon örülünk. Mert annál kevesebb idő megy majd el a visszaszaporításukra. Ugye, aki esetleg új lenne, vagy bármi ilyesmi, ez a farm ez úgy működik, hogy egy adott területen nem lehet 20x-nél több állat. És addig szaporítjuk őket, amíg nem lesz több. És akkor elkezdek meghalni maguktól. Tehát, hogy nekünk nem kell semmilyen killing machine-t építeni, ami elkezdi ölni őket, hanem szépen így maguktól, mint egy meghalnak. És így, hogy meghalnak maguktól, így eldobják ugye ugyanúgy a droppolt itemeiket, és igazából így egyedül annyit kell csinálnunk ezekkel a farmokkal, hogy etetnünk kell a benne lévő állatokat. Tehát, hogy ennyi a teendőnk. És ugye az elején az a szívás ezzel a dizájnnal, ami nagyon gyorsan elmúlik, és akkor onnantól kezdve tök jól működik. De ugye az elején az a szívás, hogy fel kell dúsítani a populációt arra a szintre. 24. Igen, a 22 és a 24 között vaciláltam egyébként. Alapvetően egyébként az is hozzátartozik, hogy ahhoz, hogy megértsük a rendszer működését, tehát hogy srácok, ez itt 24. Tehén. Tehát, hogy nyilvánvalóan ezt így soha senki nem fogja tudni ellenőrizni, meg soha senki nem fogja észrevenni, ez itt 24 malac, ez meg gondolom 24 bárány, fene se tudja.
Annyi a lényeg, hogyha elkezdenek szaporodni, ezt majd mindjárt elkezdjük egyébként csinálni, mert nyilván kaja kell, akkor... akkor elkezdenek meghalni, és hála az égnek, ez úgy van megoldva a játékban, ami nem tudom, hogy véletlene, vagy direkt így csinálták, hogy nem a fiatal állatok halnak meg. Tehát nem az van, hogy leszpannol egy új, és az azonnal meghal, mert ugye az nem dobna semmit. Szóval ez nekünk ilyen tekintetben ugye ez egy probléma. Hanem úgy működik, hogyha leszpannol egy új, akkor meghal egy idős. Ami egy ilyen tök aranyos mechanika igazából, tehát így átadja a helyét az új generációnak. Ami nyilvánvalóan annyit jelent, hogy mivel megesszük a retekbe. Jó, nem fogjuk eldobálni az összes tojást. Ain't nobody get time for that. Oh, de hát már csak 3 stack. Eldobáljuk az összes tojást, olyan közel vagyunk. Azért félek őket megdobni egyébként, mert félek, hogy kiesnek a helyről, és nem oda mennek, ahol kell nekik. Oké, okay, fantasztikus. Jó mulatás, csirkék. És akkor nyilván ezek a csirkék, ezek meg kapnak majd kaját rendesen. A kinti állatok azok meg igazából csak figyelemelterelés, úgy csinálunk, mintha ez egy teljesen normális... ilyen normális állattartás lenne. Csirke hús megsütött? Azt megszoktam, elég sok van nálam. Tehát, hogy így van nálam egy halom csirkehús. Volt ott egy automata sütőrendszerünk, ami... automata? Félautomata? Félautomata inkább. Ennek nem itt a helye. Igen, van egy hordónk tele fegyverekkel. Felvet kérdéseket a dolog, de van egy hordónk tele fegyverekkel. Szóval a többség nem tudhatja, mi zajlik a színfalak mögött? Hát nem a többség, hanem Peggy. Mondjuk nézi a streameket, vagy vissza szokta nézni, ha itt nincs is, úgyhogy... valószínűleg sajnos az állítás, hogy tud róluk, de... de ha ebben a mellettünk lévő faluban például laktálnak emberek, akkor ők például nem tudnának róla. Ami azért elég menő lenne. De sajnos nem laknak, mert meghalt mind, amihez egyébként hozzá kell tennem, hogy nincs közöm. Mert így megakadályozhattam volna, gondolom, de így nem tudom, hogy tudtam volna megakadályozni. Szóval, hogy ők szépen lassan haltak ki. Ugyanis, nem jó. Tehát, hogy az Amplified világgenerálás, ez egy tök jó ötlet, de sajnos megvannak a maga nehézségei, és az egyik ilyen nehézség például, hogy a falu nem egy egészségesen működő falu. Elsősorban abból adódóan, hogy ugye szét van szaggatva, és így nem érnek el mindenhova a falusiak, és mivel nem érnek el mindenhova a falusiak, illetve az Iron Golem sem, ezért sajnos nem tudnak mit csinálni a támadókkal. Tehát az Iron Golem nem tudta megvédeni a falusiakat. Szívás. És még egy szomorú történet is egyébként. Szóval ezzel majd valamit akarunk kezdeni, hogy esetleg építünk hidakat, és megpróbáljuk vissza telepíteni a falusiakat, nem tudom, hogy ez egyébként egyetlen lehetséges-e. De végtelen meló lesz, mert az a falu, ami ott van, az van ott fent, és szerintem, jó, azok már valószínűleg nem, azok már valószínűleg egy másik falu. Tehát, ha ezeket összekötni utakkal, meg mindenféle dolgokkal, úgyhogy a falusiak tudjanak mozogni, az Iron Golem ki tudjon jönni, mindenki tudjon mindent csinálni, ez elég para. Főleg abból adódóan amúgy, hogy egy darab falusink nincs. Tehát, hogy a közelünkben, közels távol nincs egy darab falusi sem. Ami elég szomorú egyébként. Kerítésen belül voltak egyébként a falusiak, úgyhogy nem tudom, hogy végeredményében hogy haltak meg. Tehát, hogy mindjárt megmutatom, hol voltak. Ezek mind nem kellenek, az kell. Krumpli kéne, de csak nyers. Jó, és nem szedem le az egészet, mert úgyis csak állatokat akarunk feleltetni. Nekünk most van sült krumplink bőven. Szóval van állat, van kajánk bőven. Annyi kajánk, majd Dunát lehet vele rekeszteni. Annyi, hogy a malacokat meg tudjuk etetni, ahhoz kell konkrétan krumpli. Jó, mondjuk lehet, hogy igazából nem lesz elegendő. De tényleg megmutatom, hogy honnan haltak meg.
És nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy... Hogy én egyáltalán számítottam arra, hogy ott meghalnak. Á, korlátokkal fogjuk megcsinálni a hidakat, meg a lépcsőket, szóval minden jól megy, nem fognak meghalni. Bár egyébként nem okosak, szóval igazából akár meg is halhatnak felőlem. Ebben voltak bent ők is. Ott. Ott voltak bent a lovakkal. Ó, oh, valószínűleg úgy haltak meg, hogy beszaladtak a zombik azon keresztül. Az Iron Golem miközben lehet, hogy még megvan amúgy. Főtte, ha meghalt. Csak az a baj, hogy az Iron Golem meg ott volt lent annak a szakadéknak az alján. Szóval az sem olyan szuper jó. Szóval ott volt valahogy az Iron Golemük. De már nincs Iron Golemük, úgyhogy lehet, hogy úgy haltak meg, hogy meghalt először az Iron Golem. Cica. Ó, cica, és ráadásul nincsen... nincsen gazdája. Mert meghalt mindenki. El lehetne fogni ezt a cicát. Vagy hát meg lehetne szeridíteni. Vagy magamhoz lehetne szeridíteni. Szóval, az etetés az úgy működik, hogy ide szépen besétálunk. Úgy sem, mintha nem lenne nálunk kaja. Bekapcsoljuk ezt a kis vizes rendszert, ami annyit csinál, hogy dobálja az állatokat. Ővelük most nem tudunk semmit csinálni. Úgyhogy őket most nem fogjuk megetetni. Az összes többit meg csak így elkezdjük etetni. Mivel dobálja őket a víz, mindig egy másik van felül. Vagy hát reménykedünk benne, hogy mindig egy másik van felül. És ahogy szépen elkezdenek születni a kisbocik, úgy elkezdenek meghalni az idős bocik. Jó, azt hiszem most már nincs több. Jó, jöhetnek a bárányok. Éhesnek tűnik a macska. Hogyan kell a macskákat megszeridíteni? Nyers hallal? Sült hallal? Hogy kell srácok megszeridíteni a macskákat? Mert akkor megszeridítünk macskákat, és használjuk őket a creeperek ellen. Koncentrációs etető tábor. Dehogy is, ezek tök jó táborok. Hát ne viccelődjünk már. Nyers hal. Az horgászni kell. Nem akarhattok horgászatra kényszeríteni. Én azt nem mondtam semmit, valószínűleg akarhattok horgászatra kényszeríteni. Oké, azt hiszem, ezek így jók. Szállnak a szívecskék, mintha nem lenne holnap. AFK horgászat? Hát egyébként Mikey, az AFK horgászat az nem annyira jó most már, mert nem lehet úgy beakasztani az egereknek, igen. Jó, szerintem mindenki kapott mindent. Kicsit adunk itt kint is, mert most nem lecsökkent a létszámuk. Van-e még egy malackint? Nincs, remek. Oké, hát akkor ő most szomorúan fogja bámulni a többieket, mert ő viszont párt nem fog találni. Tehénnek is. Oké. Hát és a tehenek meg páratlanul nem csökkentette meg őket. Úgy. Jó, ennyi volt srácok. Kint egy kicsit rászaporítunk a csirkékre is. Csirke. Pipike még. Nincs több. Ennyi? Hárman vagytok ti is? Holig a kamol, az nem sokan. Sokan meghaltak. Az a helyzet, hogy sokan meghaltak. Nem voltak itt nagyon sokan amúgy. De sokan meghaltak abban is. Ő Ralf, a kedvenc malacunk. Igen, ő a kivételezett malac. Az a malac, aki ilyen teljesen más körülmények között él, mint az összes többi malac. Fogom folytatni YouTube-on a Let's Play-t, nem? Illetve azt a Let's Play-t nem fogom folytatni. De erről már nagyon sokat beszéltem. Creeper van a híd alatt. Nagyon jó. Ez egy remek hír. Hát ha egyébként a hidat is lerobbantja. Hát ez mennyire zseni lenne. Az is halljon már meg a retekbe. Szeretném lemenni megmutatni nektek, hogy áll most a kaja. Tehát most elméletileg... Oh boy. Honnan szedte ki olyan ezt a blokkot? Innen szedte ki. De az nem vészes. Oké. Okay. Csináljunk ezzel a creeperre. Csalogassuk el és várjuk meg, míg diszpónol. Semmiféleképpen se robbantsuk rá az állatokra. Az teljesen biztos, hogy nem egy jó ötlet. Ó, te küldted a datapacket? Nem, sajnos.
El is felejtettem, hogy hol küldted. Meg el is felejtettem a datapacket is. Jó, ez, de szeretném berakni, csak elfelejtettem berakni. Hát ez most így marad így, majd valamikor visszaépítjük. Sky Factory is nagyon sokat beszéltem, srácok. Lag problémák, de ezt le is írtam az előző videó komment szekciójában és mindenhova. Lag problémák vannak a Sky Factory-vel. Na, és akkor így lesz, nagyjából ugye a populáció fele, tehát akkor 10-24 állatból így lesz típusonként 13 húsunk. Kivétel a bárányok, mert őnek van valami. Szóval a Sky Factory-vel az a helyzet, hogy lakproblémák vannak, és nem tudom megoldani őket. Már hetek óta dolgozom rajta egyébként. Nem, egyszerűen nem találom. Tehát, hogy nem találom az okát. Vízben lenne jobb robbantani, nem? De el akartam húzni a leggyorsabban az állatoktól, és a szárazföldön gyorsabban tudok mozogni, mint a vízben. Szóval igazából emiatt volt így. Oké, van egy csirkehúsunk, amit ki tudunk sütni. Csirkehúsunk pont nincs. Nagyon jó. Viszont van ilyenünk. Megvan... Kéne egy külön hely, ahol tárolhatjuk a kajákat. Mert hogy az elkészített kajás láda. Ez lenne itt az elkészített kajás láda. Itt tárolunk mindent, ami el van készítve és kaja. Bizony, az unlimited mennyiségű sült krumplinkat is itt tároljuk. Ez nem tudom, hogy ennek van-e bármi értelme, de ha már van, akkor süssünk ezen is húst. És aztán meg megnézzük és vadászunk valahogy izét. Horgászunk halakat. Aztán megpróbáljuk elkapni azokat a cicákat, hagyj örüljenek. Egy. Hagyj kergessék el a creepereket a retekbe. Ez nyilvánvalóan szintén egy viszonylag fontos része lenne a dolognak. Kettő. Hagyj örüljön Timi, hogy el vannak kergetve. Elmondom, hogy mi a terv? Elmondtam már egyébként, de hogy farmolunk elsősorban nyersanyagokat, és az enchant irányába szeretnék elmozdulni. Tehát, hogy azt szeretném megalapozni, hogy elkezdhessünk enchantokkal foglalkozni. Szóval le szeretném rakni azt a szobát, ami enchant. Illetve a dimenziókat mindenféleképpen törölni kéne. Ó, leírtad, hogyan kell. Nagyon jó. Oké, akartam mondani, hogy le tudnád írni, hogy hogyan kell, mert nem találom meg. Nem találom azt, hogy hol... Tehát, hogy a neten keresve nem találom, hogy hova ment. Találtam kommandot a letörlésre, ami egy fantasztikus dolog, tényleg nagyon örülök neki. Viszont valami izére hivatkozik, valami olyan... ID-t keres magához a maphez, vagy hát így a dimenzióhoz, ami nem az, amit a dialing machine kiírt. Tehát a dialing machine által kiírt cucc, az semmiféleképpen sem az. Tehát nem tudom mi az, arra még nem jöttem rá, hogy mi az. De abban teljesen biztos vagyok, hogy a dialing machine nem írja ki, ugyanis ez a kettő, az a kettő, amit az kiír, azokat beírtam, és azok nem jó. Szóval, amin gondolkozom még, az nyilvánvalóan ez. Tehát, hogy a... Szóval, amin gondolkozom az az, hogy elsősorban megkértem Csabát, hogy rakja vissza az eredeti mapot. Ugyanúgy, hogy legyen róla vészmentés, de az eredeti map legyen. Mert ugye én arra levertem egy csomó mindent, és megszüntettem a kártyáimat is. Még kellenek a dimenziókhoz ilyen kártyákat, azokat is megszüntettem. És ez így nem annyira cool. Tehát ez így nem tudom meghatározni, hogy pontosan mi kell még. Úgyhogy valószínűleg az alapján, a kártya alapján megpróbálom jobban. És aztán végigmegyek és törölgetek, mert azt mondják, hogy a legbiztonságosabb az, hogyha parancsal a szerver oldalról törölsz. És én simán el tudom képzelni, hogy az a baj egyébként. Illetve még nem volt időm felmenni az ajánlott, a Steven által ajánlott moddal
ami kiírja, hogy így mi okoz F. De az a baj, hogy ez szerintem valami nem oké. Tehát, hogy alapvetően valami nem oké, mert FPS lagot szűr, az a cucc, de én nem, tehát, hogy a lag jellegzetességére, ami nálunk van a Sky Factory szerveren, arra nem FPS lagot mondanék. Tehát, hogy ha le kéne írnom valakinek, hogy az a lag az milyen, hogy működik, akkor nem FPS lag irányából indulnék, hanem inkább a rubber banding irányából, mert rubber bandingről van egyébként szó. Ami meg általában a szerverrel való kommunikáció inkább, de hogy nem az. Tehát, hogy olyan, hogy mit tudom én, pár másodpercenként visszaugrik a mozgási sebességtől függően valamennyit. Tehát, hogy mit tudom én, ha mondjuk nagyon gyorsan repülünk a páncéllal, akkor visszaugrunk akár 20 métert, 30-at, vagy mondjuk lassan nyílik ki a láda, vagy ha elküldök egy üzenetet, lassan jelenik meg. Ezt nem hiszem, nem tudom, hogy ez FPS lag-e egyébként. Azt tudom, hogy nem a szerver kommunikációval van abban, és azt tudom, hogy ha a szerver itt fut nálam, akkor pontosan ugyanezt csinálja. Ez egy modpack, mit vársz? Hát, hogy játszható marad. Alapvetően, ha már így erről beszélünk, akkor azt várom, hogy játszható marad. Igen. Tehát, hogy ezt várnám én egy modpacktől. Hogy játszható maradjon, igen. És ez a mit vársz üzenet, ez a legnagyobb ilyen flagvaság teteje gyakorlatilag. Nyilvánvalóan azt várja az ember egy modpacktől, hogy működjön. Tehát, hogy nem... ne legyen játszhatatlan. Persze oké, hogy nem mindig működik ugyanúgy. Ez szerverlag szerintem. Igen, de nem szerverlag. Tehát, hogy mondom, nem szerverlag. Ha lokálhozban futtatom, pontosan ugyanannyit ugrik. Tehát, hogy nem, ez nem szerverlag. Vagy nem a kommunikációjából adódó a szerverlag. A futtatásából adódó. Falusiakat hogy tervezem visszaszaporítani? Hát jelenleg sehogy. Most jelenleg nem áll módunkban, az zombikon keresztül tudjuk megcsinálni, sehogy máshogy. Ugyanúgy, ahogy az eredeti Let's Play-ben csináltuk, hogy keresünk falusi zombit. Na, srácok, arra gondoltam, hogy menni kéne bányászni. Ó, nem, halakat fogunk először. Nem gondoltam semmire, halakat fogunk először, mindenki nyugodjon meg. Tükrözni a Minecraftben? Tükröződni fognak szerintem az izé felületek. A csillogó felületek. Abban viszonylag biztos vagyok. Meg nyilvánvalóan vissza fog verődni egy-egy színtónus, meg ilyenek akkor is, hogyha... Én nem tudom, ez az egész RTX-es Minecraft nekem nagyon furán néz ki. Őszintén szólva. Elsősorban egyébként azért, mert az összes ilyennél, ahol fények, fénytükröződések, meg ilyesmikre akarják kihegyezni a látottakat, minden úgy néz ki, mintha vizes lenne, hogy tükröződjön. Tehát, hogy konkrétan visszaverődik a fény valamilyen szinten a fáról. Tehát, hogy egy ilyen fának a textúrája csillog. És ilyen az ég egyet a világon semmi indoka nincs annak, hogy ez csillogjon. Igen, a Windows 10 Edition lesz egyébként, ezt... Ja. Hát valószínűleg elindítom egyszer, hogy megnézzem. Meg igazából elindítom egyszer, hogy ha már van egy RTX-es kártyám, akkor legyen értelme. Az mindegy, hogy milyen hal. Valószínűleg az mindegy, hogy milyen hal, ugye? Szóval, hogy van egy 2080-am, ha már van egy 2080-am, akkor pörgessük ki, és akkor próbáljuk meg. És valószínűleg felveszek róla egy videót, megnézegetem, elmondom abban a videóban is, hogy ez a bajom általában az RTX-es cuccok, vagy a fény visszaverődésre kihegyezett cuccokkal általánosságban. És aztán soha többet nem indítom el. Ez sajnos ez egy opciója a dolognak, hogy valószínűleg soha többet... Ah, pufi hal. Az a kettő jó, ami van. Jó, de kettő hal nem elég ennyi macskának. Szerintem egytől nem fognak át...
átjönni. Szóval szerintem azért ennél egy kicsit több halat kell kiszedni. Nem sütjük meg, mindjárt megyünk aludni. Megvárok még egyet, de lehet, hogy nem kéne megvárni, azt sem. Megvárok még egyet, megyünk aludni. És utána még horgászunk holnap, mert szerintem három macska meggyőzéséhez macskánként minimum 2-3 hal kell, nem? Tehát ez meglepne, ha az így egy évben jó lenne. Én elkezdenék harapni, ha én lennék. Nyilván, amikor nincs kezem a billentyűzetem. Jön az este futás. Hát azért annyira nem kell itt félni. Még egy creepert, ezt nem hallanánk meg. Szóval alapvetően a creepertől aztán ott meghaladtunk volna. Kardozd le a halakat a vízben. Szerintem azokat nem lehet lekardozni. Vagy azokat le lehet? Szerintem azokat nem lehet lekardozni. Milyen nehézségen játszom? Hardon. Természetesen. Hardon, de nem hardcore-on. De eldobjuk a cuccokat, hogyha meghalunk. De le lehet. Le lehet kardozni a halakat? Wow! Oké, ez elég menő. Jó, nyilvánvalóan teljesen felesleges egyébként, hogy pillanatok alatt fogjuk ki a halakat. De ez elég durva, hogy azokat le lehet. Ezt nem is tudtam, hogy azokat le lehet kardozni. Azt hittem, hogy azok csak úgy vannak. Azt tudtam, hogy ki lehet venni őket vödörrel. Azt tudom, de azt, hogy le lehet őket... Amikor kilép, akkor meggyullad majd. És hála az ének ott lép ki, úgyhogy lesz ideje elégni, mire ideér. Nyomi. Remélem lesz ideje elégni, mire ideér. Úgy szeretném, ha lenne ideje elégni, mire ideér. Nagyon jó. Az meg közben vízi zombivá vált. Az is elég laza. Az nem tudom, hogy az okosabban közelít-e hozzám. Csak a lazacot lehet lekardozni. Az RTX-es Minecraft marha indokolatlan, egy full HD textúra pakk is bőven tud annyit, hogy csillog meg minden. Az a helyzet egyébként, hogy az RTX-el akarnak csinálni valamit, nem csinál semmit. Tehát, hogy nem csinál semmit a technológia. Tehát nincs, nagyon ritka a játék, ami kihasználja, de azt mondom, hogy nincs, van pár, de nem csinál semmit. Ezen kívül pedig valószínűleg valamit a super duper grafikai update, valami whatever helyet akarnak csinálni. Mert ugye az bejelentették már vagy 2 éve, nem is tudom mikor, tehát tényleg régebben. Tehát bejelentették, ennek tényleg ez a neve, mert ez a hivatalos neve, hogy super duper, nem tudom, grafikai pak, vagy valami ilyesmi a hivatalos neve, teljes szégyengyalázat egyébként az egész. Szóval, hogy ezt így jól bejelentették, és hogy azóta így nem igazán történt vele semmi. És most ugye bejelentették, hogy nem lesz meg, tehát hogy ez nem történik. És szerintem ezzel kapcsolatban alakult valahogy úgy, hogy az RTX-et beletolják. Értek, mire gondolok? Tehát, hogy én valahova ide tenném azt, hogy ezen keresztül jöhet a dolog körülbelül. Szia, cica! Well. Ez gyorsabb volt, mint gondoltam. Ennyi? Ez már szeret is, és boldogan együtt élünk. Fekete macska, gyere ide! Megjelettem az izé a macskás bácsi. Fekete cica! Higgadás van. Oké. Okay. Jó, van egy halom macskám. Hogy hozom őket innen ki? A mai kapu. Mi van a cicákkal? Azok teleportálnak utánam, ha elmegyek valahova? Azt mondja, a kutya csinál valami ilyesmit.
DP-znek, nagyon jó, hát akkor csak. Majd találkozunk, cicákok. Remélem nem akartok mindenhova velem jönni, mert ez elég kellemetlen lesz és elég hamar abba hagyjuk. Komolynak szent dolog, amit nem lehet komolyan venni. Nem, tényleg nem lehet komolyan venni egyébként, mert nem, tehát hogy nyilván szép a Minecraft, és nyilván egy ideig gyönyörködünk benne, de hogy a Minecraft értékei nem az esztétikai értékekből erednek. És így sem az esztétikai értékekből fognak eredni. Értitek, mire gondolok? Tehát, hogy hogyha ez így megtörténik, sem az lesz a Minecraft legnagyobb értéke, hogy szép. Mert egyszerűen nem annyira szép. Tehát, hogy ha megcsinálják hozzá ezt a grafikai pakkot, akkor sem annyira szép. Mert hogy egyszerűen Minecraft. Tehát, hogy így nem... Fára vagy kőre tegyük? Oké, nézzük meg milyen a kő. Nézzük meg milyen a kőkerítéssel. Szóval nem tudom, nekem egy kicsit nyilván fura, mondom, nyilván érdekel, hogy hogy néz ki. Nyilván ezerszer jobban érdekel a Minecraft Earth. Azt nagyon-nagyon várom. Azt tudja valaki, hogy ez mikor indul? Vagy mikor indul legalább már valami olyan, amiben én is hozzáférek? Shaders moda hasonló hatást lehet elérni, mint a Ray Tracing-gel. Igen, a kettő között az hatalmas különbség, hogy mi az Isten, ez miért ilyen vastag? Szóval azért a kettő között vannak különbségek nyilvánvalóan. Tehát hogy azért egy ilyen agresszívebb Shaders mod, az a világ összes gép teljesítményét megeszi. Ha ez így csinálja szépen natívan, akkor azért ez nem rossz. Tehát hogy azért ez akkor nem egy rossz koncepció. Egyik macska ott ül és nem fog menni veled. Na, nem biztos, hogy ez érdekel bármennyire. Valószínűleg az összes macskát le fogom ültetni, mert nem fogok macskákkal járkálni ide-oda. Ó, üdvernéből, hello! WhatsApp arra felé. Tényleg itt ül az egyik macska, szegény. Szegény nyomi. Szóval ilyen tekintetben én nem érzem azt, hogy a shaders modok miatt ennek ne lenne bármilyen gyakorlati haszna, mert lehet. De hogy shaders moddal is nagyon kevesen játszanak. Látok embereket aktívan shaders moddal játszani, ezt nem vitatom. De hogy aktívan shaders moddal is nagyon kevesen játszanak szerintem. Ó, netparánk van, jajaja, netparánk volt. Most volt egy ilyen net droppunk, de még mindig tart. Melyik interneten vagyok vajon? Azt hiszem ki is van kötve a kisebbik net. Ő Norvégiából, wow! Jó, remélem helyreáll az internet és nem kell dolgokat csinálni vele, most így jónak tűnik, de most voltak dobott frémjeink, igen. Most hirtelen elég sokat... Most hirtelen elég sokat eldobott, jajaja. Oké, van egy halom macskánk, itt a bázis körül kéne őket leültetni, tehát például téged ide. Ide is nagyon szívesen leültetnék egy macskát. Ott a fekete például. Gyertek, várjatok, halra jöttek? Nem jöttök ti semmire, ugye? Nem, csináljátok, amihez kedvetek van. Jó, hát akkor dobd le a seggedet. Ha! És így lehet, hogy el tudlak tolni odáig. Oké, gyerünk, cica menni fog. Ne fölfelé! Nagyon jó. Így, és most így kitoljuk ide a fának a végéhez. Hogy feldörzsölheti addig a seggét. Ültesd őket egy-egy oszlopra. Az is elég vicces lenne amúgy. De nem akarom mind a hármat oda, tehát igazából a ház körül egy erőteret akarok kialakítani. Esetleg egy lasszó? Lehet, hogy egy lasszót tudnánk csinálni. De az egy szem slime bólomat, azt nem lasszóra szeretném elpazarolni.
Mondom, én nem látom magam előtt, hogy Shaders moddal aktívan játszanak emberek. Tehát egyszerűen nem, én egyszerűen nem látom azt, hogy ezt bárki használná. Értitek? Mert hogy nem, ez nem igaz. Ez ebben a formában nem igaz. Van, aki használja, vannak, akik használják. Láttam most így a Minecraft, hogy most így felkapott volt, nem tudom, az tart-e még, vagy nem tart. Az alatt tudom, hogy voltak emberek, akiket láttam, hogy Shaders-zel streamelnek. De hogy alapvetően annyira, és ráadásul egyébként tök fura, mert az RTX-es árnyékos dolog, az pont ott glitchelt, ahol egy Shaders mod is glitchelt volna. Van egy videó, egy valami hivatalos, tehát valami official videó. Szóval van valami ilyen official videó, amit kiraktak. És pont ott glitchelt, ahol egy Shaders mod glitchelne. Azon most azon kezdtem el gondolkozni egyébként, tudom, hogy ez egy ilyen elvetemült gondolat, de azon gondolkozom, hogy lehetséges, hogy a bemutató videókat még nem a kész RTX supporttal csinálták, hanem valami Shaders moddal. Ez mennyire durva lenne amúgy? Mert nincs fényes nappal, este van már. Csak túl korán értem oda, azért akarok aludni. Szóval mindegy, tehát hogy így eszembe jutott egy ilyen felvetés, hogy itt valami shady dolog van in action. Mert tényleg pont ott glitchelt hátul egy árnyék, ahol biztos vagy benne. És az a helyzet, hogy ezt a shaders modok csinálják. Tehát, hogy a shaders modok, azok igenis glitchelnek. Tehát, hogy egyre jobbak nyilván, de hogy van egy csomó hely, amikor glitchel az árnyék számolás. Nem lenne abba botrány, ha kiderülne. Hát ez igazából egy ilyen pre-test alfa, beta, valami, szóval... Kicsit fura lenne az azért biztos, tehát hogy azt nem mondanám, hogy hatalmas botrány lenne belőle, mert szerintem nem lenne belőle hatalmas botrány, de kicsit fura lenne. Srácok, a lesz kérdéseket a továbbiakban is felejtsétek el. Tehát, hogy egyszerűen felejtsétek el. Igen, a tervek azok, hogy lesz még Papival és Zsoltival stream, akkor is, ha nem kérdeztek meg 5 percenként. És nem kell elmesélnem újra és újra, hogy most nincsenek gépnél, mit tudom én. Tehát, hogy egyszerűen csak ne fárasszuk egymást, általánosan lesz kérdésekkel. Semmelyik nem vezet sehova. És teljesen biztos lehetsz benne, hogy feltették már 6,5 millió előtte. Nekem a cica erőtér annyit csinált, hogy volt egy macskám, ami azért halt meg, mert oda ment egy creeper. Oh, God. Mi a kedvenc mechanikám a Minecraftban? Valószínűleg valami az Iron Farmokkal lesz kapcsolatos. Tehát, hogy szerintem valami az Iron Farmokkal. Iron Farmokkal lesz kapcsolatos, azokat nagyon-nagyon szeretem. Durva lesz, de nem egy külön shaderrel csinálják. Értek én mindent. Szóval, ja, durva lesz, mondom, egy videóra valószínűleg tök izgi lesz. Megcsinálunk belőle egy videót, ráadásul ugye a Win10-es Minecrafthoz van, amit meg alapvetően nem használok. Nem is tervezek használni, tehát nem ez lesz az, ami majd átvonza Win10-es Minecraftra. Mert hogy tényleg nem ez lesz egyébként, ami átvonza a Win10-es Minecraftra. Szóval igazából... igazából mondom, egy ilyen kis technikai érdekességnek tűnik számomra inkább, mint sem bármi másnak. Mármint bármi másnak.
Mi a különbség a Win10-es meg a Java között? Egy másik verzió. A Win10-es az a Bedrock Edition, ami azt jelenti, hogy az sokkal közelebb áll a telefonos és konzolos Minecraftokhoz, mint ténylegesen a... A Java-s Minecrafthoz. Elkezdték újraírni. Tehát ugye a Minecraftot ezt elkezdték újraírni. Van a Java-s Minecraft, a Java-s dolgaival, ami Java-ban íródott, nyilvánvalóan. És elkezdték az egész játékot újraírni, nem Java-ban, mert alapvetően elkezdték terjeszteni mindenféle platformra, és ez nem ment szuper könnyen. Tehát hogy az a nagy helyzet, hogy ez nem ment szuper könnyen, végtelen szenvedés volt az egész, alapvetően nem szeret a kutya sem Jávában játékot fejleszteni, ahogy észrevettem, vagy legalábbis ha már ekkora tervei vannak, tehát hogy ekkora céges szinten, mint ahogy a Minecraft szuperál, így már nem szeretnek annyira, úgyhogy a technikai részleteit, hogy ez miért nem működik jól, ezt nem én fogom tudni neked elmondani, valaki biztos, hogy el fogja tudni mondani, de nem én leszek az. Az a lényeg, hogy elkezdték nem jávás környezetben újraírni az egészet. Lehet, hogy csak a lenti sütők tudják kiégetni? És azok a játékok, ilyen cross-platformok, mit tudom én, tele vannak mikrotranszakciókkal, tehát egy csomó minden, ami a jávás Minecraftban ingyen elérhető, az az Windows 10-esben egy fizetős dolog. A skinpack-ek, a... dolgok, igen. És hogy elméletileg jobban fut az i9 mennyivel adott több FPS, mint az i7 semmivel, nem azért van i9-em. Azért van i9-em, hogy... Nem, valaki azt mondta, hogy ezeket is ki lehet sütni, de hogy nem lehet ezeket is kisütni. I have you covered. Nem mindegy. És az a lényeg, hogy mindegy, sok platformra elfér, sok platformon megy. És azon szépen elkezdték újra csinálni az egészet, nyilván van ezeket a változtatásokat a Java-ban nem tudják behozni. Tehát, hogy ez egy ilyen modolható, közösségorientált dolog, a többi meg kevésbé, aminek megvan egyébként az előnye. Tehát most ne tekintsük ezt ilyen is sátántól való dolognak, hogy azzal, hogy azokban csak mikrotranszakciókkal lehet venni a dolgokat, akkor az bizony rosszabb lesz, és akkor az csak és kizárólag rosszabb lehet, mint bármi már. Tehát nyilván igen, kicsit fura, viszont közben azért hozzátartozik az, hogy tudnak fizetni a tartalomgyártóknak, tehát hogy ugye eddig nagyon fura egyébként ennek az egésznek a monetizálása, de hogyha például belegondoltok, hogyha valaki hatalmas melóval csinál egy modpacket, ha nem sikerül belőle maga köré közösséget építenie, meg ilyenek, akkor gyakorlatilag bárki több pénzt keres, mint ő. Mármint itt arra gondolok, hogyha például csinál egy modpacket egy barátom, akkor ő neki a letöltéseknél lesz valami reklám megjelenés, vagy ilyesmi, de nekem minden egyes videónál lesz. Értitek? Tehát, hogy alapvetően nem okésak ezek a dolgok jelenleg. Ha valaki csinál egy custom mapet, akkor az simán lehet, hogy egész életében egy nyaljás forintot nem lát belőle, ha nem kap valami donation, vagy Patreon, vagy bármi ilyesmit. Egy nyaljás forintot nem lát belőle, de mondjuk azok a videósok, akik letöltik, azok meg igen. Szóval, hogy ez egy ilyen tekintetben ez egy picit fura dolog, és szerintem az nem rossz, hogy a quality tartalmat gyártók, azok kapnak bele pénzt, és ugye ez több quality tartalomhoz fog vezetni. Tehát hogy azért ide azt is bele kell számolni, hogy ez azt jelenti, hogy többen fognak minőségi tartalmat készíteni, mert egyszerűen megéri nekik. Tehát hogyha csinálnak egy mapet, és azt megveszik, akkor abból kapnak pénzt. Nem feltétlenül a skinekről beszélek, de a textúra pakkok, azok viszont nem berakhatók. Igen, nagyobb lesz a füstje, hogyha szénát rakunk a tábor tüzelre. Szóval értitek, tehát hogy azért így vannak ennek előnyei. Tehát hogy én ezt nem mondanám, hogy ez csak és kizárólag rossz dolog lehet. Az teljesen biztos, hogy nem az a mentalitás, ami alapján ez a játék elindult a fejlődés útján.
az teljesen biztos, viszont az is valószínű, hogy azzal a mentalitással már nem ment volna sokáig. Mert hogy elkezdtek volna kiesni belőle emberek, akik előbb vagy utóbb, és egyre több és több, és nem jött volna helyettük másik, szóval, hogy... Szóval, ja, igazából tényleg csak annyit akartam ezzel mondani, hogy ez nem ilyen szuper istentől való, sátántól való. Miért istent mondtam? Vajon végig is mondtam? Mindegy. Szóval nem egy ilyen szuper sátántól való dolog. Valószínűleg végig rosszul mondtam. Elnézést, ez most nem ilyen... Vagy hát nem direkt ilyen politikai, vagy vallási kirengés. De hogy következetesen azt mondtam. Fáradt vagyok egyébként nagyon, úgyhogy ma valószínűleg nem lesz hosszú a stream. Az a tegnapi stream az nem tett nagyon jót. Jó étet, jó pihenést! Ha tehetnéd, mit raknék a Minecraftba és mit vennél ki? Ez is egy elég gyakran előkerülő kérdés egyébként. A teljesen egyértelműen izét. Valami autocrafter rendszert. Teljesen egyértelműen valami autocrafter rendszert vennék ki, raknék bele. Persze, meg fizessek azért, hogy letöltsem a játékot is. Hát az a helyzet, hogy a tartalomért fizetni kell. Igen, tehát hogyha... Ha van a játékod, és azt megveszed, és utána van benne plusz tartalom, ami nem lenne eredetileg benne a játékodban, mert pedig van benne plusz tartalom, ami nem lenne eredetileg benne a játékodban, mert plusz custom mapek, azok plusz tartalom gyakorlatilag, akkor nehogy már neked álljon feljebb, hogy fizetned kell érte. Mármint, hogy van ez a smoker sütő, ezt hogy kell craftolni? Mindegy. Lehetek, valahol meg tudom nézni. De tény is való egyébként, hogy ez nyilván nagyon nehezen átalakítható, és az a lényeg, hogy ez a két Minecraft verzió az nincsen nagyon messze egymástól, de nem ugyanaz. Logokkal, de itt vannak nálam logok. Ó, Fejes Árminnak nagyon-nagyon szépen köszönöm a donation, nagyon-nagyon király vagy. Üdv, jó játékot, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Ez miért nem dobta itt ki? Na mindegy, fura. Szóval igen, tehát hogy nyilvánvalóan, ha az ember már hozzászokik ahhoz, hogy ezek így vannak, akkor így nehéz elszakítani a gondolatait attól, hogy ezek így csak vannak. És nyilván ezért könnyű úgy mondom a Mojangnak és a Microsoftnak a Bedrock Edition-ös Minecraft-tel ezt csinálni, mert akkor azok egy teljesen másik felületen működnek, és abból adódóan, hogy egy teljesen másik felületen működnek. Meg lehet azt csinálni, hogy akkor úgy tekintenek rá, hogy ez más. És az emberek agyában is el fog válni a kettő egymástól. Viszont ugye ennek van egy velejárója, miszerint van két Minecraft verzió. Az egyik az ugye nyilván a jávás, a másik meg ugye nyilván a Bedrock. Az egyik nagyon sok pénzt termel, a másik sokkal kevesebb pénzt termel, és a másiknak sokkal agresszívebb a rajongó tábora. Tehát azért a Mojangosnak, tehát a jávásnak, annak azért sokkal több a felnőtt játékosa, és sokkal komolyabban képviselik az elveiket és az elképzeléseiket ezzel kapcsolatban, úgyhogy teljesen logikus lenne az, hogyha szépen lassan leépítenék a jávásat, és teszem azt mondanák valamikor, most nem azt mondom, hogy ez jó, hogy így van, csak az, hogy teljesen logikus, hogy azt mondanák valamikor, hogy mondjuk egy új update az már nem érkezik be a jávásra. És lehet egyébként azt is mondani, miért ne lehetne, hogy ez nem azért történik, mert valami
mert nem kedvelik a jávását, vagy nem azért történik, mert a másikban több pénz van, hanem lehet simán azt mondani, hogy ez azért történik, mert a jávás már nem szupportálja, vagy a jávásban már nagyon-nagyon nehéz lenne beépíteni ezt az update-et. Szóval én valami ilyesmire számítok előbb vagy utóbb. Azt nem tudom, hogy mikor, meg nem, tehát ugye erről nyilván így nincsen nagyon sok így info, meg nem nagyon lehet erről semmit tudni. Ezt nem így akartam, de jó az ott. Oké, és akkor most bármilyen kaja bejön. Például ez, mert ezt elfelejtettem kivenni az előbb, meg ez, mert ezt elfelejtettem kivenni az előbb, akkor ezt szépen ide bedobáljuk, ezt lesíti magától is sem. Szóval én valami ilyesmit látok magam előtt egyébként, hogy szépen csak egyszer csak elkezdik nem támogatni többet a jávásat. Már évekkel ezelőtt voltak olyan dolgok a Bedrockban, amik a Jávában nincsenek, és fordítva. Mi van most jelenleg a én azt hallottam, hogy évekkel ezelőtt sokkal nagyobb volt a különbség, vagy én úgy tudom, hogy évekkel ezelőtt sokkal-sokkal nagyobb volt a különbség, mint most. Én most jelenleg nem tudom pontosan, hogy mi az, ami nincsen. Ami nincsen a jávásban. De van mondjuk a Bedrockban, vagy nincsen a Bedrockban, de van. Mert azt tudom, hogy régen nem volt, mit tudom én, Redstone, meg egy csomó minden nem volt. De ezek mostanra már vannak. Szóval, hogy én nem tudom pontosan, nem vagyok 100%-ig tisztában azzal, hogy ez hogy működik most éppen. Most fogok meghalni. Átcseréltem a teljes szettemet vasra. Bedrocknak van vége. Az szerintem inkább technológiai limitáció. Nem tudom, nem értek hozzá, de én azt technológiai limitációnak tippelném. Tehát, hogy ugye ennek futnia kell telefonokon. Meg játékkonzolokon, meg ilyen helyeken. Na, visszatérő viszont arra, hogy én mit raknék bele szívesen, az teljesen egyértelműen a mechanikai és industriál dolgok irányába vinne el. Automatizált gépek, amik automatizálhatóak, vagy megépíthetőek, tehát hogy inkább ez, tehát nem a Minecraftban nem kell egy az egybe berakni automatizálható gépeket, de ilyen autocrafter az biztos, ami valamilyen blueprint alapján, vagy valamilyen terv alapján automatikus kraftolást tud végrehajtani, ez teljesen biztos, hogy valami ilyesmit szeretnék. És nagyon-nagyon szívesen látnék. Az, hogy lesz-e, nem tudom, semmi jelét nem adják. De hogy egy ilyen nagy builder update-et, azt nagyon szívesen. Tehát ilyen hopperekkel. Szerintem, ha még egy autocrafter rendszer belekerülne valahogy, nem tudom, hogy hogyan. Tehát, hogy nem tudom, hogy most a falusiakat vegyék rá, vagy legyen benne egy blokk. Nekem igazából teljesen mindegy. De hogyha egy ilyen autocrafter rendszer bekerülne, az szerintem nagyon-nagyon király lenne. Egy autofeeder állatoknak mondjuk, szerintem az nagyon-nagyon jó lenne. Látom, tetszik a Modolt MC? Nem tetszik a Modolt MC. Tehát, hogy alapvetően nem tetszik a Modolt MC. És nem tetszenek azok a dolgok sem, amiket átvesznek Modolt MC-kből. Egy csomó. A piszton nagyon-nagyon tetszik. Az nagyon király, de például az állatok, azok nem is érdekelnek. Nem. És sokszor beszéltem erről egyébként, nekem nem tetszenek a Modolt modpack-ek általánosságban. Ez nem azt jelenti, hogy egyik sem, hanem általánosságban nem tetszenek. Elsősorban abból adódóan, hogy nincsenek jól kitalálva, nincsenek kibalanszolva, és ilyen játék fejlesztési szempontból tök értéktelenek. Tehát beraknak egy csomó dolgot, ami tök jó, de nincsenek átgondolva, nincsenek kibalanszolva, nincsenek jól berakva.
és ezt a Sky Factory esetében nagyon érzem, de egy eddig az összes modpackkel kapcsolatban éreztem, amivel találkoztam, de tényleg valahogy nem találkoztam nagyon sokkal. 2-3 modpackkel találkoztam aktív játék tekintetében. Hogy az a helyzet, hogy teljesen más, hogyha egy tartalmat egy játékfejlesztő rak bele a játékába, és teljesen más, hogyha egy tartalmat olyan emberek raknak, akik tudnak programozni. Tehát, hogy ezek között azért van nagy, tehát a játékfejlesztők között is van, aki tud programozni, de egy csomó olyan elvárás van, ami ezen kívül, tehát hogy legyen értelme. Itt például arra gondolok, hogy van mondjuk a Sky Factory, legyen mondjuk a példa a Sky Factory, és a Sky Factory-ben lehet építeni reaktort. Van is rá achievement, hogy építsd a reaktort, tehát meg is kell építened a reaktort. De semmi értelme nincs az ég egyet a világon, ugyanis van egy olcsóbb szerkezet, ami többet termel. És tökre elérhető ugyanúgy. Nyilván egy ilyen kreatív játékot nehéz kibalanszolni. Nagyon-nagyon nehéz kibalanszolni, főleg ha elmegyünk ilyen dolgok irányába. Tény is való, hogy nagyon-nagyon nehéz kibalanszolni. De ettől függetlenül ezek a balanszok tesznek jóvá egy játékot, nem az, hogy van benne egy halom cucc, aminek mondjuk az elkészítése kellemetlen, a legyártása kellemetlen. Értitek? Tehát, hogy nem attól lesz egy játék jó, hogy van benne nagyon-nagyon sok minden, hanem attól lesz jó egy játék, hogy azok, amik benne vannak, azok ki vannak találva jól. És erről nagyon sokat beszéltem már egyébként, de hogy én a továbbiakban is fenntartom, hogy én nem szeretem a modpackeket. Tehát, hogy egyszerűen nem szeretem a modpackeket, így túlnyomó többségükben. Nem érzem azt, hogy... Tehát most, hogy a Sky Factory-vel játszottam, egyáltalán nem győzött meg, hogy annyira törjem magamat a következő modpackért. Mert a következő modpackben megint találok valami mást. Nem nézem PewDiePie Minecraft sorozatát, azt látom, hogy nagyon nézik. Tehát azt látom, hogy nagyon-nagyon nézik. De én nem nézem. Nem, azt méhes snapshotot nem követtem. Nem igaz, nem is találkoztam vele, nem is tudom, hogy mit tudnak a méhek, de nem is érzem, hogy az lenne az, ami számít, vagy ami kéne a játékba. Nekem. De hogy nyilván értitek egy csomó, tehát hogy mindenkinek más kell a játékba, ezt tökre értem. Én, ha csak egy dolgot választhatnék, akkor az bizony izé lenne. Az bizony egy autocrafter lenne, vagy valamilyen autocrafter rendszer. Teljesen biztos. Tehát, hogy az ilyen hands down kérdés nélkül egy autocrafter rendszer lenne. Az mondjuk elég izgi lenne. És most attól függetlenül, mert van modpackben, van, persze, van több különböző autocrafter, van, amelyik jobban van megcsinálva, van, amelyik rosszabbul van megcsinálva. Kis hazánkban is próbálják utánozni PewDiePie-t. Elég sokan próbálják utánozni PewDiePie-t. Én egy ideje nem szeretem már az update-jeit egyébként a Minecraftnak. Ez az 1.14, ez tetszett, és az 1.14 is azért tetszett, mert úgy kavarta meg az állóvizet, hogy egy csomó szerkezet más lett. Tehát, hogy nem ugyanazokat a szerkezeteket építjük. Engem bevallom őszintén, nem érdekel, hogy milyen az attack speed, nem érdekel, hogy csapkodjuk a mobokat. Engem ezek nem érdekelnek, legkevésbé sem. Nem érdekel, hogy milyen megtalálható dolgok vannak a világban. Kifejezetten irritál, ha valami csak megtalálható, de nem kraftolható, vagy nem farmolható, az pláne kifejezetten irritál. Tehát az, hogyha valami nem farmolható, attól az nagyon zavar.
Mert hogy szerint én ezt élvezem a Minecraftban. Tehát nyilván azért ez a véleményem, mert én személy szerint ezt élvezem a Minecraftban. Én szeretek végtelen mennyiségű dolgot gyártani, mert az az érdekes számomra, hogy hogyan lehet belőle sokat csinálni, nem az, hogy van. Totem of Undying Farm például az 1.14-ben már van. Na, arra gondoltam, hogy elmehetnénk úgy bányászni, hogy ilyen bányába megyünk, és nem pedig a földet túrjuk, mert... kivilágítással foglalkoztunk az utolsó Patreon szerveres streamben, és az a helyzet, hogy sokkal gyorsabb volt. Tehát, hogy nagyon-nagyon gyorsan találtam vasat. Szóval, hogy most lehet, hogy így kéne. Nyilván nem szeretek itt a felszínen kódorogni, meg ilyenek. És ugye itt meg a biztonság miatt használtuk azt a bányát. Itt lehet, hogy ki van világítva az egész, úgyhogy lehet, hogy ez nem egy olyan bánya lesz, ahol el tudok indulni. Nem, ez lehet, hogy nem egy olyan bánya, ahol el tudok indulni. Szia, buba! Tehát, hogy ez például nekem tökre tetszik, hogy most már farmolható az Totem of Undying, és legyen nehezen farmolható. Tehát nem arról van szó, hogy legyen tök könnyű, és akkor mit tudom én. Nem arról van szó, hogy a Totem of Undyingot lehessen Lure 2-vel fogni a folyóból. Mert nem erről van szó. Ne is lehessen. Ha valami értékes, az nehezen lehessen megszerezni. De például az, hogy mondjuk az elitrát nem lehet lecraftolni, az szerintem szomorú. Tehát, hogy az engem például kifejezetten zavar. Értek, hogy mire gondolok. Tehát, hogy... ezek a kalandozósak és kalandozásra kényszerítő mechanikák azok, amik nem tetszenek nekem személy szerint. Mert szerintem a Minecraft nem annyira jó ebben. Tehát, hogy a Minecraft nem egy Diablo, hogy nem tudom, valamit megcsinálj újra és újra, vagy valamit keres újra és újra. Nem annyira fun benne. Tehát az End az például egy kifejezetten unalmas dimenzió. Szerintem egy kifejezetten rosszul összerakott dimenzió egyébként. És ennek ellenére a játékfejlesztői valamilyen oknál fogva jó döntésnek tartják, hogy visszakényszerítsenek oda újra és újra. Annak ellenére egyébként, hogy kifejezetten uncsi dimenzió. Nyilván a küzdelem tök jó, meg nyilván a szörny, amit odaraktak az elitra mellé közvetlenül, az azért az izgi. Tehát az, hogy felemelkedsz, az nem egy rossz játék mechanika szerintem. De egyébként ez a dimenzió az aztán szuper unalmas. És az, hogy a játékfejlesztői visszakényszerítenek újra és újra, az szerintem baj. Vagy nem egy WoW. Vannak játékok, amikben tök jó kalandozni. De a Minecraftban is tök jó keresgélni, nézelődni, mit tudom én, de kilométereket bejárni csak azért, hogy legyen egy nyavajás dzsungeled, hogy legyen egy nyavajás bambuszod, az nem feltétlenül vagyok benne biztos, hogy jó. De hogy nyilván hatványozottan igaz ez a izére. Az elitrára. Meg a Totem of Undyingra. Kell szerezni egy térképet, hogy elmenj egy helyre, ahol nem spanolnak vissza a dolgok, tehát még csak nem is csináltod meg újra. Uff, fura az egész. Hello. Titkos föld alatti barlang. Van-e belőle tovább meneteli lehetőség? Nincs. Jó. Tehát, hogy a kalandozásra vannak más játékok. Szerintem a Minecraftnak az igazi előnye az, hogy építeni lehet. Nem, a Minecraftnak egyébként az igazi előnye az, hogy felkapott lett. Tehát a Minecraftnak az igazi előnye, hogy szülők engedik a gyerekeknek, gyerekek játszani akarják. Nyilván a Minecraftnak a legnagyobb előnye az ez. És nyilván ez egy hatalmas előny. Nyilván semmi, tehát, hogy most talán a Fortnite, de hogy egyébként nagyon kevés, igen, inkább ezt mondom, nagyon kevés játék rendelkezik olyan társadalmi nyomással maga körül, hogy így elvárja, hogy mindenki játszon vele. Tehát, hogy lehet, hogy egy osztályon belül pont felkapják a Terráriát, de hogy, jó, mondjuk ez 2D-s, tehát, hogy azért ott a 2D is visszafogja. Lehet, hogy pont felkapják a Terráriát, vagy pont felkapják a Starboundot, vagy valami ilyesmi, de hogy ott nincs olyan, hogy osztályok tömegei elvárják a tagoktól, hogy játszanak. És jelenleg egyébként a Fortnite-tal kapcsolatban, és korábban a Minecraft-tal kapcsolatban konkrétan volt ilyen szituáció,
hogy hogy annyira felkapott volt a játék, hogy, hogy ha nem játszottál vele, akkor nem tudtál miről beszélni, vagy nem tudsz miről beszélni az iskolában. Bubának nagyon-nagyon szépen köszönöm a szabot, 4 hónap összesen, nagyon-nagyon király vagy, köszönöm szépen. Nagyon, tényleg nagyon-nagyon király vagy. Szóval értek, mire gondolok, tehát azért ez egy olyan de hogy én véleményem szerint a játéknak magának mechanikailag az az erőssége, hogy lehet benne alkotni. Tehát, hogy ez inkább az erőssége, nem az, hogy lehet benne szaladgálni, és lehet benne csapkodni. Nyilván tudom, hogy a gyerekek imádják a Bed Wars-t, meg az ilyeneket, én ezt értem, de hogy inkább ott az a csodálatos, hogy el lehet készíteni a Minecraftban egy Bed Wars-t, ami azt jelenti, hogy el lehet készíteni a játékban további játékmódokat, és nem az a csodálatos, hogy a Bed Wars maga csodálatos, mert nem csodálatos a Bed Wars. Egy... nyilván egy jól kitalált játékmód, meg oké, jól meg van valósítva, de mondom, inkább az a csodálatos, hogy lehet benne. Tehát az a csodálatos, hogy építhetek benne egy várat, amit az egyik csapat meg tud támadni, a másik csapat meg tud védeni. Értitek, mire gondolok? Tehát, hogy... Isten, hogy imádtam a várjátékokat. Te jó ég. Hát ez mekkora fun volt. Azt nagyon... Tehát, hogy tudom, ez most nagyon anyagiasnak fog hangozni. Elsősorban nem ez a célja, hogy anyagiasnak hangozzon. Megpróbálom majd úgy kifejteni, hogy ne hangozzon anyagiasnak, de valószínűleg akkor is anyagiasnak fog hangozni, úgyhogy aki ki akarja forgatni, az nyugodtan tegye meg. Nagyon sajnálom, hogy a várjátékokat mi akkor csináltuk, amikor csináltuk. Messze, sokkal korábban csináltuk, mint kellett volna. Ha ezt egy pár évvel később csináljuk, és az a csapat azzal a tudással, ami akkoriban a várjátékokban benne volt, az egy pár évvel később áll össze, és egy pár évvel később kezd el dolgozni, és egy pár évvel később van az életének azon szakaszában, amikor akármennyi időt bele tud ölni egy projektbe, akkor konkrétan szerintem mindannyian milliómosak lettünk volna. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy mindannyian ilyen sok-sok millióval, de hogy annyi milliót simán mindannyian összeszedtünk volna belőle, hogy meg lehessen indítani belőle mondjuk más vállalkozásokat, vagy abból a koncepcióból, abból mindannyian milliómosok lettünk volna, akik akkoriban dolgoztunk a projekten, tehát Taurus, Adix, Máté, én, akik segítettek a hostingban, akik segítettek aztán Szunyi, aki később érkezett a várjátékokhoz, de hogy így mindannyian. És az a helyzet, hogy ez igazából nem a pénz miatt lenne jó. Tehát hogy ez nem azért sajnálom, hogy nem akkor csináltuk, mert én nem lettem milliómos. Bevallom őszintén, én személy szerint szerintem én így tök jól áll vagyok. Tehát hogy nyilván pénzt mindig lehet többet keresni, nyilván valamajd megpróbálok valahogy több pénzt keresni, hogy jobban tudjuk fejleszteni, vagy mondjuk tudjak több pénzt fizetni a vágónak, hogy több videót vágjon. Értek? Tehát, hogy ilyeneket el tudok képzelni. Oké, de hogy én alapvetően én így jól el vagyok így. Tehát, hogy nem arra kénének azok a milliók, hogy nem tudom, Audim legyen, amikkel mostanában rohangásznak a felkapott videósok, hanem ez inkább azért zavar, mert mivel nem jelent meg benne soha a szükséges mennyiségű pénz, ami a mi hibánk is, abszolút a mi hibánk, tehát az abszolút a mi hibánk, hogy nem értettünk az üzleti részéhez, de mivel nem jelentkezett benne soha a megfelelő mennyiségű pénz, ezért nem tudott együtt maradni a projekt. Tehát, hogy nem tudott együtt maradni a csapat, aki csinálta a projektet, nem tudott együtt maradni Tehát, hogy nem tudtuk tovább léptetni, nem tudtuk, tehát hogy volt olyan várjáték, amivel kapcsolatban már jött be pénz, az még egy picit talán jelképes volt egyébként, az ami ott bejött, de hogy például, azt nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy abból a pénzből a semmi végül nem is láttunk soha semmit. Mert hogy például nem voltunk számlaképesek, és mert nem voltunk számlaképesek, ezért nem tudtuk kiszámlázni ezt az összeget, és azt így valahogy így ismerősen keresztül számláztuk ki, és útközben valahol elkopott a teljes összege.
annak az, annak a dolognak. A később sem a gazdasági részét menedzseltem a projekteknek, hanem pontosan ugyanazt menedzseltem, amit akkoriban menedzseltem. Mondtak valamit, hogy ez egy tök cool dolog lenne, valósítsd meg a semmiből, én meg megvalósítottam a semmiből. Tehát, hogy nem, én nem, soha életemben nem feleltem azért, hogy valami meg is érje. Tehát, hogy soha nem kellett azt, tehát soha nem az volt a feladatom, hogy mondjuk az eSport Play-t gazdaságos legyen. Tehát nem az volt a feladatom, hogy csináljam meg az eSportot a Play-ten, és az eSport Play-t az igazolhatóan termelje ki a költségeit. Mert ez soha nem sikerült volna. Hanem az volt, hogy itt van ennyi pénzt tudunk rááldozni, általában sajnos nem így egyben, hanem mindenért külön könyörögnem kellett, hogy szerintem ez lenne fontos, az lenne fontos, így tudnánk. Javítsak a minőségen. Mi ezt a pénzt rááldozzuk akkor is, hogyha nem jön bevétel belőle külön. Mert nem tudjuk mérni mondjuk, hogy jön belőle bevétel külön. A Pulitronnál sem kellett aggódnom a pénzügyeken, és nem is aggódtam. Halvány elképzelésem sincs, hogy a Pulitronnak amúgy hogy álltak a pénzügyei. Azt tudom, hogy mennyit kerestek a srácok, azt tudom, hogy mennyit kerestem én, és azt tudom, hogy mennyibe kerültek azok a hardverek, amiket megvettem. Nem én vettem meg, hanem amit megvetettem a céggel. Tehát megvettem a cég nevére. Szóval, hogy én nekem általában inkább mindig is az volt a munkám, amikor így projektmenedzserként dolgoztam, hogy van valami, amit nem csinált még soha senki Magyarországon, mert külföldön bizonyára csinált már valaki. És csináljam meg. És találjam ki, hogy mi kell hozzá, és találjam ki, hogy ki kell hozzá, találjam ki, hogy mik a prioritások, és pénz meg majd lesz valahogy. Tehát, hogy a gazdasági részre arra mindig volt egy főnököm, aki viszont nagyon értett a pénzügyi részéhez. Viszont akkoriban még nem tudott annyira jól emberekkel dolgozni. Most már nagyon tud, mert végzett ilyen coachingot meg ilyenek, szóval most már azt is nagyon jól vágja. Illetve nem érdekelték annyira ezek a játékok konkrétan. Imádta a játékokat, de a LOL meg ilyenek nem. Na mindegy. Szóval a várjátékot ezt ilyen tekintetben sajnálom, hogy akkor csináltuk. Nyilvánvalóan ez mindenre igaz. Tehát nyilvánvalóan ez tökre igaz a csatorna csúcs idejére. Hogy nagyon sajnálom, hogy akkor kezdtem el. Nagyon sajnálom, hogy akkor végeztem a gimnáziumban. Hogy akkor kellett munkát keresnem. És igazából ez amúgy nem igaz. Tehát amúgy nem sajnálom egyáltalán. Mert tudom, ez így nagyon hülye hangzik, de amúgy nem. Ha, láttam ám. Szóval így nem sajnálom annyira, mert tökre elvesztem mindent, amit csináltam. De hogy arányosítva egy olyan elérést, mint amit én akkoriban hoztam az utánam lévő többiekhez képest, az mostanra milliós fizetést jelentene havonta, én akkoriban 30 000 forintot kerestem vele havonta. Szóval az ilyeneket azért egy picit sajnálom. Ugye nyilvánvalóan ez hozott magával egy csomó áldozatot. Jó, mondjuk azért inkább ilyen áldozat, tehát hogy... Tehát, hogy tegyük hozzá, hogy olyan áldozatokat hozott, amik, tehát, hogy így szívesen hoznék én inkább ilyen áldozatokat bármilyen áldozatok helyett. Tehát, hogy az, hogy nem a saját csatornámmal foglalkoztam, meg a saját felületeimmel foglalkoztam évekig, hanem... hanem szuper cool dolgokon dolgozhattam, hát ez a legnagyobb áldozat, amit valaha meg kell hoznia valakinek az életben. De azt, hogy akkoriban nem jelent meg, és nagyon sok mostani sikeres csatornának része a sikerének, például szerintem a VR-nak is tökre, nem azt mondom, hogy ez az egyetlen, de hogy része a sikerének az, hogy jókor voltak, jó helyen. És akkor jelentek meg, amikor megjelent a pénz is, és emiatt így akkor lettek felkapottak. Nem akkor jelentek meg, mert lényegesen előtte már elkezdték ők például csinálni. De hogy például egy jelenleg, ha valaki elkezd videózni, én ezt most ugye több csatorna esetén is látom, mert mondjuk mit tudom én, láttam a FunvidGeeks-nek a felépülését, láttam mondjuk, hát Júcsi csatornájának a felépülésére azért annyira nem látok bele, meg annak a mindennapjaiban azért, meg az anyagi vonzataiban nem látok annyira bele, de hogy azt egyértelműen mind a kettő alapján ki tudom jelenteni, hogy egyáltalán nem az a helyzet, mint mondjuk akkor, hogy 3 évig csináltad és csak toltad bele a pénzt.
és hogy nem láttál belőle vissza egy forintot sem. Tehát azért most már így viszonylag gyorsan eldől, hogy ez működni fog-e vagy nem, vagy gazdasági szempontból. Az is egy másik kérdés, hogy te szereted-e csinálni, nyilván van viszonylag valamennyi esélye annak, hogy felpörög akkor is, ha előtte 5 évig stagnált, mit tudom én, tehát minden megtörténhet. Elképzelhető, hogy már egy jó ideje csinálod, a kutyát nem érdekli, vagy nem egy kutyát nem érdekli, de hogy nem igazán jön meg a hírnév, aztán feltöri valaki a csatornádat, és egy pár év múlva te leszel az egyik legnagyobb csatorna, vagy legalábbis gazdasági szempontból. Szóval, hogy ezek így, ezek nagyon-nagyon... Ez a lag, te ki fogok tiltálni. Szóval, ezek azért ilyen fontos tényezők, és nincs ezzel semmi baj egyébként. Csak én személy szerint sajnálom, hogy nekünk nem úgy alakult. Tehát, hogy például azt tökre sajnálom, hogy Mátét nem tudom mondjuk fizetni főállásban. Még most sem amúgy, tehát most se tudnám fizetni, de hogy akkoriban nem tudtam fizetni, és akkor így szépen lassan elsodródott a csatornától. Nem is azt mondom, hogy feltétlenül tartalomgyártásban kellett volna itt maradnia, mert ha nem élvezi, nem élvezi. Tehát, hogy azzal nincsen semmi baj, ő annyira nem élvezte ezt a videófelvétel dolgot. Velem szívesen jött másodiknak, de hogy valamilyen szempontból, valamilyen feladatkörrel simán itt maradhatott volna, ha tudtam volna neki pénzt felszabadítani, de hogy ezek voltak azok az időszakok, amikor saját magamnak se tudtam. Tehát, hogy itt ezek voltak azok az időszakok, amikor tényleg saját magamnak se tudtam. És szerintem ez tökre sokat számít. Mondjuk érdekes, mert én programozó vagyok, de hivatalosan elemző programozó, az üzleti igényeket is szem előtt kell tartanom, és amennyiben az szerintem nem éri meg üzletileg, vagy nem úgy kéne implementálni valamit, akkor abba én is belekötök, és az üzleti elemzővel együtt dolgozva, kidolgozzuk valami high level megoldást. Hát igen, ez így van. Nem hallottam még erről a legós csatornáról. Neked is van lag, ez egy single player, és folyamatosan ugrálnak a dolgok, és én nem is értem. Én tényleg nem értem egyébként, tényleg nem értem, hogy ez miért jó Mojangnak. Nem is az, hogy miért jó Mojangnak, nekem miért jó. És nyilván az a válasz, hogy nem jó. Na mindegy, szóval ezek ilyen tök érdekes gondolatok. És nyilván aztán mellette van az is, hogy alapvetően, tehát hogy... Amikor mi először partnerek lettünk, akkor ugye amerikai fizut kaptunk egy pár hónapig, amíg rá nem jöttek, hogy amerikai fizut kapunk. Nem arra jöttek rá, hogy amerikai fizut kapunk, arra jöttek rá, hogy Magyarországon nem ennyi a pénz, amit termel egy ilyen felület. És abból a pénzből, ha neki fekszünk, akkor simán kijön 2 fizetés. Tehát, hogy ilyen simán kijön. Tehát, hogy 2 minimálbért már ott helyben ki tudtunk volna fizetni, és... Látjátok, hogy remeg a gyémánt csákányom? Ezt tudjátok, miért baj? Mert 3 darab gyémántunk van, és a 3 darab gyémántunk van, és kell obszidiánt bányásznunk. Jaj, ezt sajnos későn hallottam meg ezt a creepert. Ó, mondjátok, hogy valaki látta korábban. Na, szóval, hogy már akkoriban egy YouTube csatorna a simán el tudta magát tartani Amerikában. Akkora nézettségem, mint a miénk. Tehát, hogy itt most nem arról van szó, hogy a nagyok el tudták tartani magukat. Nyilván a nagyok el tudták tartani magukat, de nem arról van szó, hogy a nagyok el tudták tartani magukat. Hanem arról van szó, hogy azzal a nézettséggel, amit mi produkáltunk, azzal már el lehetett tartani magunkat. És ez azért elég más. És akkor ilyenkor ezen így szoktam gondolkozni, és nyilvánvalóan ez nem azt jelenti, hogy soha nem fogom tudni megvalósítani azokat a dolgokat, hanem azt jelenti, hogy évekkel el van tolódva, és akkor ez meg nyilván nehezít, tehát hogy igazából nincs ezzel semmi baj, csak ezen szoktam gondolkozni egyébként néha. Tehát, hogy ez így csak néha eszembe jut, semmilyen nagy cucc, tehát ez nem úgy néz ki, hogy így ülök otthon és rágódom rajta, hogy mi lett volna, ha, meg mit tudom én, mert hogy az helyzet, hogy én tényleg tök elégedett vagyok az életemmel. Csak látom, hogy teszem azt, mi lehetett volna más, ha nem azzal foglalkozom, amivel. És jelenleg meg látom, hogy mi lehetne más, ha gazdaságorientáltabban csinálnám.
Buba, erről majd egyszer beszélgetünk egy sör mellett. Nyilvánvalóan ez most nem az én nem az én tisztám. Nem, sajnos klippeket sem lehet. Klippeket sem lehet sajnos. Ja, szóval, hogy ez nem az én tisztem erről beszélni. Most nem Realms-ben van? Nem. Ez egy single player, ez egy egyszerű single player map. Nincs itt semmi íze igazából. Aj, ez egy csomó értékes nyersanyag volt. Gyakorlatilag minden, amit ma kiszedtünk. Szomorú vagyok. Szomorú szamuráj. Kellene nekem bármi más? Ások kellenek. Ások kellenek, de az nem kell, hogy feltétlenül vas legyen. Oké, össze kell szednünk a mai stream alatt egy adag vasat. Tehát ez teljesen biztos, hogy össze kell szednünk a mai stream alatt egy adag vasat. Nem kicsi a ház? Nem, egyébként így néha, tehát így néha felvetik így emberek, hogy lehetne a ház nagyobb, meg ilyenek. És alapvetően nyilván tök igazuk van. De hogy nem, én nem feltétlenül, tehát engem nem feltétlenül zavar, vagy nem ez. Az van egyébként, hogyha meg nagyon nagy házat épít az ember, akkor meg ilyen tök nagynak kell lennie. Nem tudom, hogy értek-e mire gondol, vagy nem kell lennie, hanem akkor ilyen tök nagy. És amikor tök nagy, akkor így igazából nem jó semmire. Tehát, hogy egy csomó olyan része van, ami nem jó semmire. Egy csomó hely, egy csomó izé... Szerkezeteknek a legtöbb dolgot, ami itt van, és amit itt láttok, azt nem feltétlenül tervezem hosszú távon bent tartani a házban. Tehát, hogy egy csomó minden ládák, szelektálás, egy csomó minden ilyen, az így előbb vagy utóbb, az ki fog kerülni majd a házból. Jó pár éve játszok a játékkal, az utóbbi pár hónapban előjött egy olyan betegségem, hogy kb. Egy óra játék után rosszul leszek a Minecraft-tól. Nem... nincs valami flickering is út, tehát hogy nincs valami olyan, hogy remeg, nem okés az FPS. Kicsit ezeket könnyebb kiszúrni szakavatott szemmel egyébként. De hogy nem lehet, mert nekem van olyan, hogy hogyha így húzom az egeret, akkor ilyen picit vibrál. Tehát ilyen icipicit vibrál. És attól lehet rosszul lenni. Vagy attól én személy szerint tudok rosszul lenni. Azt ki ne vegyem. Szóval én valami ilyesmire, alapvetően az nem normális, hogy egy játék játszása közben rosszul vagy. Erre tudok gondolni, én attól sem szoktam nagyon rosszul lenni. Tehát valami FPS para lehet, de hogy mivel nem VR szemüvegbe játszott, gondolom, tehát nem csak így csodálkozol, hogy VR szemüvegbe rosszul vagy, mert attól rosszul lehet lenni egyébként, akkor valami elég nagy issúnak kell lennie. Tehát hogy ott valami nagyobb problémának kell lennie. Véleményem szerint legalábbis. Van kékfényszűrő. Ez nem nekem szar, gondolom. Hú, mindenki jön ma és így lesznek méhek a Minecraftban? Én meg így állok, hogy jéj, méhek a Minecraftban. Akkor... Igen, vagy az FOV az, amivel esetleg probléma lehet. Nem tudom, hogy az hogy van beállítva. Mert attól tudom elképzelni, hogy émeigés legyen. Ilyen gyári beállításokkal megfelelő FPS. Én személy szerint elsőre FPS parára gondolok.
Az FOV az nagyon jó példa, csak az nekem eszembe se jut, mert nem tolom fel soha. Hogy őszinte legyek, én nem nagyon szoktam feltolni. Szóval fene se tudja. Ja, valami ilyesmire gondolnék. Aztán nyilván az lenne a legjobb, ha azt ki tudnád szűrni, hogy mi változott azóta, amióta nem volt ilyen. Egy kicsit most sajnálom, hogy azt a rengeteg vasat, jó, nem szedtünk ki rengeteg vasat, de kiszedtünk sok vasat. És egy kicsit sajnálom, hogy azt a sok vasat nem vehetem föl. És azt meg pláne, hogy a maradék vasat meg el kellett költenem egy maradék páncélra. Szóval az van egyébként, hogy nem vagyok 100%-ig biztos benne, hogy nem fogok a Minecraft Patreon szerverrel egy új szervert indítani valamilyen szem... Hát a fene se tudja, lehet, hogy igazából nem fogok. Szóval, hogy ez a szabály sem jó annyira. Mármint tudom, hogy ez ilyen nagyon furán hangzik, de ez a szabály, amit most így igazából mi találtunk ki saját magunknak, veletek együtt találtam ki, szóval azért mondom, amit nem magamat teszem király többesben. Szóval ez a szabály sem nagyon jó. Mert igazából nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy olyan, tényleg olyan, hogy ad az egész játékhoz feszültséget, meg olyan izgalmat, amit a hardcore ad. Viszont iszonyatosan lelassítja a fejlődést. Tehát, hogy ilyen, jó, nyilván az sokkal jobban lelassítja a fejlődést, ha elvesztesz mindent. Igen, ez tény, ez sokkal, sokkal jobban lelassítja a fejlődést, teljesen igazatok van, ha ezt gondoljátok. De hogy nem érzem rajta azt, hogy adja azt a feszültséget, amit ad egy hardcore. Úgyhogy közben egyébként tényleg elképesztően lelassítja a fejlődést. Tehát az, hogy most amit elvesztettem, az ilyen sok-sok óra progressionje gyakorlatilag. És így az a helyzet, hogy így végeredményében magam alatt vágom a fát ezzel a dologgal. Mert hogy csak lelassul egy sorozat, ami alapból is le fog lassulni előbb vagy utóbb. Értek, hogy mire gondolok ez alatt? Tehát, hogy előbb vagy utóbb teljesen biztos, hogy le fog lassulni a sorozat, mert egyszerűen olyan dolgokon dolgozunk, amik nagyon-nagyon nagyok. Viszont cserébe kimarad az a szuper izgalmas dolog, hogy ez hardcore. Szóval, hogy nekem emiatt nem vagyok 100%-ig biztos abban, hogy ez a rendszer jó amúgy. Halál után költöznöd kell. Ez mondjuk azért az elég fura lenne. És bevallom, tehát hogy nagyon zavar ez az egész lag dolog. Tényleg nagyon-nagyon zavar ez az egész lag dolog. De bevallom őszintén, hogy nekem egy kicsit hiányzik az a feszkó, amit ad a hardcore. Nem is kicsit, tehát ez nagyon hiányzik ez a feszkó. Nyilván végtelen dühös lennék, ha non-stop meghalnék, meg mit tudom én, de hogy... Oh boy. Oké, itt egy kicsit féltem, hogy megakadunk. Szóval ja, ez az érzésem egyébként ezzel a sorozattal kapcsolatban. Illetve nyilván közben meg benne van az is, hogy a Minecraft meg igazából egy lutri. Tehát az, hogy most a nyakadba ugrik egy creeper, mivel ugye a creepernek nincs nagyon mozgás hangja, ezért ez alapvetően egy lutri. Tehát, hogy simán kialakult olyan szituáció, hogy egyszer csak rádugrik egy creeper valahonnan, ha nem tudom, nem sétálsz folyamatosan picékkel a macskákkal a nyomodban, de mint írta valaki, akkor is. Szóval nem tudom, bevallom őszintén én magam sem tudom, hogy én nagyon-nagyon élveztem a hardcore részét, és most is rengeteg minden izgat,
a Minecraft-tal kapcsolatban, ilyen szerkezet, olyan szerkezet, szuper izgalmasak, de mindegyiknél eszembe jut, hogy mennyire jó lenne hardcore-ban küzdeni egy ilyennel. És nyilvánvaló, ez egy másik kérdés, hogy nem tudom, nem sikerülne minden, meg nem sikerülne mindig, meg meghalunk, meg ilyenek. De hogy mondom, egy picit hiányzik ez a dolog. Azt nem lehet, hogy csinálsz egy új világot hardcore-ban, csak nem amplified. Az a helyzet, hogy ezen gondolkozom. Nem tudom, hogy mennyivel teszi rosszabbá az amplified. Tehát, hogy ugye, amikor azt mondom, hogy az amplified miatt lagol szerintem, akkor azt azért mondom, mert én nem tapasztaltam nem amplified világban. De lehet, hogy az 1.14 miatt lagol, és nem az amplified miatt. Értitek, mire gondolok? De hogy közben meg tényleg tök szívesen kezdenék, meg játszanék hardcore. Kipróbálhatjuk egyébként. Vagy nem tudom, hogy ki... Próbáljunk-e ki, ha itt lenne Szeti, erről most olyan szavazás lenne, hogy ihalja, csuhalja. Próbáljunk-e ki még egy nekifutást hardcore-ra, nem ma nyilván ezt csináljuk tovább. Mondjuk nyilván akkor meg nagyon sok lenne a Minecraft sorozat egy kupacban, tehát hogy azért azt a hibáját is látom a lehetséges dolgoknak, hogy akkor mit tudom én, ha mondjuk tényleg visszatérünk, még papiékkal lenne egy, a Patreonos lenne, a nem hardcore 1.14, a hardcore 1.14, mondjuk nyilván van a nem hard, tehát hogy a hardcore ez nem fog sokáig futni. Tehát, hogy most így bennem felvetődött a gondolat, most, ahogy így erről beszélgettünk, hogy próbáljunk-e ki egy hardcore, nem amplified világot. És betartunk benne olyan szabályokat, hogy nem tudom, megpróbálunk nem közel menni a creeperhez. Mert akkor szombaton megpróbáljuk, értitek? Szombaton egy hosszabb stream nap van. Igazából, ha teszem, azt úgy alakul, hogy meghalunk, akkor sem baj, feltétlenül tudunk más játékot is játszani. Illetve önmagában hosszabb tartalmat tudunk becsinálni. Lagol az 1.14 mindenhogy. Igen, sajnos ettől félek én is. De egy próbát azért csak megér. Szerintem egy streamben éri meg ezt kipróbálni, streamen kívül igazából csak viszi az időmet. Mert hogyha értetted, a 3 óra játék után derül ki, hogy akkor is lagol, az akkor is tartalom. És ugye a hardcore-nak nem kell feltétlenül tovább tartania, mint egy kör, mert mint egy stream, érted, az is 3 óra. Jó, nyilván ez nem egy hosszú hardcore sorozat, tehát értem persze. De hogy nem kell feltétlenül a világok idejét beleölni minden egyes hardcore-ba. Nyilván akkor menőbb, ha hosszabb. Minél hosszabb, annál menőbb, ez okés, de hogy... De hogy szerintem ebbe tartalmon kívül belenézni, az pazarlás. Ó, Tomi csinált szavazást! Ott van, srácok! Próbáljuk ki, ne próbáljuk ki! Hardcore plusz safe backup. Hát a stream közben nem tudom megcsinálni, tehát nem fogok kilépegetni, hogy safe backupolják. Nem, meg arra felesleges, mert normál sorozatunk van. Csak tényleg nagyon sután üzemel ez a dolog, tehát hogy nem... Hogy most értek, azóta nem találtam egy darab vasat se, ami azt jelenti, hogy még nincs egy darab vasunk se. És nyilván van a következő szerkezetekhez, akármit építünk, egy rengeteg vasra van szükségünk, de rengetegre. Tehát, hogy így... Hat éves meg. Az a helyzet, hogy azért innen indítani egy 6 éves hardcore sorozatot, az izgi lenne. Nem indítani, hanem befejezni, mert nyilván nem az indítása az izgi a hardcore sorozatnak, hanem az, hogy be is fejezed. Hát ebből a barlangból most egyre nem megyünk ki. Vagy hát nem befejezed, hanem hogy tartodáig. Mert most elkezdek egy hardcore sorozatot, megint figyelmetlen vagyok rá, érkezik egy creeper valahonnan, és meghalunk a retekbe.
Ma meg egyébként valószínűleg így nem most így lassacskán, mert vasat akarok szerezni, de hogy lassacskán azért le fogom lőni a streamet. Hosszú volt ez a nap alapvetően. Hol? Itt... Bejártuk az egész barlangot, mert látom, hogy nem találunk olyan helyet, ahol nem voltunk. De nekem közben tökre úgy rémlik, hogy volt még olyan hely, ahol nem voltunk. Illetve a másik, hogy ez egy barlang, amiben unblock nincs vas. Tehát, hogy így nincs vas. Nem is olyan a lag igazából, hanem így dolgok megválnak, megmerevednek. Azt kéne valahogy jobban észrevennem egyébként. Valószínűleg, tehát hogyha hardcore-t akarok sikeresen játszani, akkor valószínűleg azt kéne jobban észrevennem, amikor megmerevednek. Vagy tényleg betartani ezt a szabályt, hogy nem megyek közel a creeperhez. Jó, nyilvánvalóan aztán a creeper jön közelebb hozzám, tehát hogy ez nem minden esetben betartható. Hardveresen biztos, hogy nincs para. Tehát, hogy ennek a játéknak ennek futnia kéne. Ez nem egy ennél sokkal rosszabb játék, sokkal rosszabb gépekkel teljesen stabilan Minecraftoztam. Ez nem hardveres para. Hogyha szerveren tolnám, az a Realm az lehet hardcore. Mert hogy Realmben gondolkoznék egyedül, de nem tudom, hogy Realmben lehet-e hardcore-t indítani. Na, ezt viszont már érdemes lenne kitesztelni egyébként. Nem az, hogy lehet-e indítani, mert Realmem az van még egyébként, pont most terveztem lemondani. És hogy működik egy Realmben a hardcore? Ott így meghalsz, azt mi történik? Kivág a retekbe? Hardcore ismerkedés a Bedrock Edition-nál. Nem, köszönöm, én nem szeretnék megismerkedni a Bedrock Edition-nál egyébként. Főleg nem hardcore-ban. Ez még messze van. Fel akarok én oda menni egyáltalán? Válasz, hogy egyértelmű nem. Kivágd, de fizeted a havi díjat. Igen, az lenne aztán az igazán jó rendszer. Nem, szerintem megpróbálom single playerben a hardcore-t. Igazán ott nem feltétlenül látom indokoltnak a Realmet. Mert értem, hogy te technikai szempontból nézed, hogy az így jobban kéne, hogy működjön. És az helyzet, nekem Realmen nem volt lakparám soha. Vagy nagyon ritkán. De hogy single playerben sem. Szóval nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy ez... Az a vicces, hogy hogy meghaltam, az tökre nem vette el a kedvemet a dologtól, viszont az, hogy utána találtam egy bányát, egy darab vas nélkül, hát az elszomorított. Az sem vette el a kedvemet, de hogy hát az elszomorított, srácok. Tehát, hogy az elszomorított. Illetve a másik, hogy nem tudom mi a rák van, de meleg van. Nekem épp szanaszét lagol a Realm. Nagyon jó! Én nem akarom ebbe belekeverni, mert hogyha single playerben ez ilyeneket tud lagolni, akkor így el tudom képzelni, hogy multiban miket tud. Tehát, hogy akkor így azért így látom magam előtt, hogy Realmben mit tud. Az ugyanez a bánya volt, ahol meghaltál, nem? Nem. Nem találtam meg ugyanezt a bányát. És most már innen nem is vagyok benne biztos, hogy hazatalálok, by the way. Milyen jó, hogy eszembe jutott. Szóval nem is vagyok benne biztos, hogy hazatalálok. Ott volt egy szakadék. Éppen azt a szakadékot kerestem... Nem kerestem még, tehát annak a szakadéknak a megkeresésére készültem. Amikor meghaltam. És ebben a szakadékban biztos, hogy van egy csomó vas. Single-ben egy szerver fut csak nálad. Igen, de hogyha Realmen fut, akkor meg csak nem nálam. Tehát, hogy akkor elméletileg tud ugyanannyira lagolni, csak még benne van az is, hogy lehet, hogy hálózati issue is van. És ráadásul ma is volt a stream alatt hálózati issue, szóval...
Szóval értitek. Nem akarsz ilyen helyeken hajóval? Hajóval? Nem. Ennyire nem akarok hordani. Tehát egy slotot elfoglalni csak azért, hogy egy 3 centis vizet át tudjak szenni, nem. Megvan a Silver 2 rollban, grat! Én most nem játszottam egy ideje. Vagy hát ma nem játszottam. Tegnap játszottam. Ma nem játszottam. De tegnap talán nem rankedeztem. Szóval nem játszottam egy ideje rankedet. Most Silver 1-ben vagyok egyébként. És kéne szépen még menni felfelé. Woohoo! Ez egy bátor beugrás van. Egyezünk meg ebben. Ez fogadjunk, hogy egy kis bánya lesz, és ebben se lesz semmi. Vagy építs hidat. Igen, egyébként építhetnék mindenhova hidat. Mindenhova. Szóval ja, az van, hogy én most jelenleg nem akartam egy Let's Play sorozatot indítani, ami olyan, mint a Let's Play volt, hanem hardcore-ozni akartam. Csak, ugye béna vagyok, meg a játék is egy kicsit. Tehát ezért egyezzünk ki egy döntetlenbe, mert egyszer meghaltam magam miatt, egyszer meg meghaltam egy olyan lag miatt, mint ide Buda. Ott volt vas. Nem sok, de volt vas. És ebből most végeredményében egy lassított let's play lett. Amit ettől függetlenül tökre szeretek amúgy, mert hogy ugyanúgy az ugyanaz a Minecraft élmény, beszélgettünk, mit tudom én. Csak... csak hogy még lassabb. És ez viszont frusztrál. Tehát az viszont, hogy, hogy nem tudom hányszor egy stack vasat simán elvesztettem már, az egy kicsit azért frusztrál. Igen, az a, az a helyzet egyébként, hogy ez egy kicsit amúgy frusztrál. Oké, mi van srácok akkor, ha ma tényleg egy ilyen picit rövidebb a stream, és mondjuk fél körül lelövöm. Akkor lesz... ahogy már 4,5 órája tart. Láttam a creepert, láttam a creepert! De ott, az OBS monitoron, nem a... Nem az én monitoromon láttam, hanem a creeperen. Ja, és egy ilyen fél körül lelőjük ma a streamet szerintem. Ja. Utána még valószínűleg belefér egy LOL match, nem ranked. Szerintem ma már az nem, ahhoz nagyon tompa vagyok. Belefér egy LOL match, vacsora van, úgyhogy ezzel nem kell foglalkozni. Átnéztem az OBS-re, azt néztem pont, hogy ugye az OBS alul kiírja, hogy hány órája streamelek, ha nem szakad le. És kiírja alul, hogy hány órája streamelek, és ahogy arra így ránéztem, így észrevettem a zöldet így a sarokba így elmászni. És egyébként értitek, nem vezet sehova a bánya. Tehát creeper van benne, de amúgy nem vezet sehova a bánya. A single player az megáll ilyenkor, ugye? Aha, egy perc szünetet kérek, mindjárt jövök. Elszaladok mosdóba. Egy pillanat is jövök, mindjárt. Reklámszünet addig meg dolgok.
És már itt is vagyok, és hála az égnek nem is haltam meg, úgyhogy ez valószínűleg jó. Közben jött egyébként egy kérdés, hogy van asszonypajtás, köszönöm szépen egyébként jól, nem fáradt, ez tényleg egy nagyon húzós időszaka egyébként. És szerintem kezd egy picit izgulni is, pénteken lesz a nyelvvizsgája, meg jövő kedden a szóbeli, szóval ja. Most így izgulunk, ugye nyilván ez az a nyelvvizsgáról meséltem már nektek sokat, hogy ugye a lehető, tehát hogy így szeretnénk, hogy csak meglegyen. És az a helyzet, hogy az lenne a legjobb, ha úgy lenne csak meg, hogy így nem is kell vele igazából foglalkozni, mert ugye azért kell, hogy meglegyen a diplomája, és hogy közben rengeteg mindennel rengeteg időt kell töltenie, és akkor ez ilyen tök fárasztó, hogy ez meg így itt van pluszban. És nyilván nyelvet tanulni tök jó, meg ez nyilván mindig az, és hogy nem ezzel vitatkozik senki, de hogy a szakmájában is tanulhatná azt az időt, és ez egy kicsit frusztrálja. Úgyhogy ja, most reménykedünk benne, hogy sikerül. Vagy sikerül, vagy nem. Most már szék sincs. Hát igen, most már nincs szék stream. Bár egyébként, ha szeretnétek, akkor a hamarosan folytatjuk helyet, rakhatok inkább széket. Tehát hogy ez nekem aztán egy gomnyomás, hogy nem arra a szünet képre rakom át, hanem mondjuk átrakom erre a képre. És akkor ezen látjátok a széket. Milyen szintű? Oh boy, a... Hogy hívják? A közép, az biztos, csak azt nem tudom, hogy középszintű az érettségi, középfokú a nyelvvizsga? Igen, azt hiszem. Szóval közép, ja. Tehát nem izét, felsőt kell, csak ilyen tök fura amúgy, mert vannak más egyetemek, ahol ugyanehhez a diplomához amúgy nem kell két nyelvvizsga. Szóval ez ilyen, és aztán vannak más egyetemek, ahol meg igen, de elég egy közép, meg elég egy alap, és aztán van az ELTE, akiknek nem elég a semmi sem igazából. És leginkább a semmi sem. Szóval ja, úgyhogy most izgulunk, hátha. Meg hát van esély rá, tehát nem, ez nem úgy indul neki, hogy értek, nem tanult semmit olaszul, meg ilyenek, csak... Oh boy, most már aztán tényleg végképp nem tudom, merre lakunk. Az van amúgy, hogy sajnos potenciálisan van rá esély, hogy ez a Minecraft stream, ez konkrétan rosszabbul ér véget, mint ahogy kezdődött. Tehát, hogy nem előre léptünk, hanem visszafelé. Az mennyire durva. Szoktam hallgatni a Szonypajtás podcastjét? Igen. Én futás közben hallgatok podcastet, Imiét és a Szonypajtásékét. Úgy van általában, hogy... Hogy hát Imi podcastjét szoktam általában, az tematikájában általában közelebb áll hozzám, és hogyha az elfogy, akkor szoktam az övéket is. Most nagyon régóta nem voltam futni, hónapok óta, úgyhogy a podcast hallgatás is kiesett az életemből. Páncélos pacsiták, nagyon szépen köszönöm a szabad. 12 hónap! Wow, megvan az egy év! Yay, már eltelt egy év! És jöhet a nagyon király arany kitűző izé. Ezzel arany kitűző ízés lettél. Nagyon király. Köszönöm szépen, nagyon-nagyon király vagy. Na, srácok, a halvány elképzelés, most hol lakunk. Semmi, tehát azt sem tudom, hogy merre kéne indulni. Valaki emlékszik a ház koordinátáira? Mert azt tudom, hogy látszódott már. A szimpatis nem csinál podcasteket? Nem. Úgyis. Jaj. Ja, kicsit fura is még mindig azt, mert hogy nyilván most már asszonypajtásnak hívom, mert ráragad, de hogy ugye most már csinálnak külön podcasteket, ott nyilván van a saját nevét használja, és nyilván valamint ilyen, mert tökre nem titkos úgymond a neve. Szóval, hogy ez ilyen kicsit fura, így mostanra. Neki is fura egyébként, mert ilyen tök fura kezelni, hogy ugye évekig úgy kezeltük, hogy én, mivel ugye én nem szerettem volna, hogy miattam, neki ez bármi terhet jelentsen, ezért nem nagyon mondtam a nevét, meg semmi ilyesmi. Viszont ugye nyilván sokan összerakják a podcast miatt, és akkor ő neki meg ott fura, hogy mondja a nevét, de hogy közben meg tökre nem fura, mert az meg már a saját dolga, tehát hogy nem kapcsolódik hozzám semmilyen formában. Tehát nem közös podcast, nem, tehát hogy nekem semmi közöm nincs hozzá. Nem, szerintem nem 0-0-nál van a bázisunk.
Meg ugye a podcastnél az, az is azért benne van, hogy én nyilván beszélgetek asszonypajtással külön, és oké, viszont a 0-0, mint tipp, azért ez nem rossz feltétlenül, főleg, hogy pont rossz irányba haladok. 0-0, menjünk mondjuk abba az irányba, és nem inkedjünk benne, hogy arra lakunk. By the way, mi ez a podcast? Podcast az egy ilyen beszélgetős rádióműsorszerű tartalom. Tehát, hogy, hogy nem rádióban adják, de hogy így általában hangalapú, van, hogy készítenek róla képet, tehát hogy lehet felvétel is, de hogy a hang az elsődleges. A képi anyag az ilyenkor azért szokott lenni a beszélgető felek. Imjéhez például van, simán lehet hozzá, de elsősorban hang a lényeg. És ilyen különböző témákról beszélgetős műsor. Tehát vannak tematikus podcastek, vannak emberhez kötődő podcastek. A tematikus podcast az például, nem tudom, mondjuk van egy ismerősöm, aki a házasságról és a házas életről, ők ilyen friss házasok, és arról csináltak podcastet. És akkor ez nem tudom, hogy ez hány epizódot él meg, vagy mit tudom én, de ha mondjuk de hogy mondjuk ez egy tematikusabb podcast, nyilván benne vannak ők is, de hogy Imi ugye emberekkel beszélget, tehát őnála általában az a téma, hogy jön egy ember, és az az ember, aki jön, azzal foglalkozik. És akkor őt ismerjük meg, mivel foglalkozik, hogy jutott oda az életében, ahova... hogy, tehát ilyen, értitek? És akkor itt így a vendég a téma Imi podcastjében konkrétan. De ezt úgy képzeld el, hogy ül egymással szemben két ember, és beszélgetnek. És ezek a beszélgetések, ezek ilyen tök jó hangulatosak, mivel a hang a tartalom alapja, nem nagyon kell nézni semmit, ezért simán lehet hallgatni, mit tudom én, bringázás közben is egyébként, de mondjuk az a legjobb, de mondjuk futás közben simán, simán lehet hallgatni, miközben mosogatógépet pakolsz be, vagy vezetsz be munkába. Szóval alapvetően ez egy ilyen audio műfaj gyakorlatilag. És akkor ennek nyilván vannak különböző hosszúságai, van, aki ilyen 40 perc, 1 óra közé esküszik, van, aki minél hosszabb, annál jobbra esküszik. Tehát nyilvánvalóan ez ilyen stílusa válogatja, és... az, hogy pajtásséké, az nem feltétlen, tehát, hogy az valamilyen szinten tematikus, de egy alapvetően nem annyira, tehát, hogy az inkább, én ezt lehet inkább így nem adtam, tehát, hogy ők beszélgetnek témákról, és ugye nyilván az, hogy pajtás adja hozzá a pszichológusi hátteret gyakorlatilag, tehát ő az, aki pszichológus a csapatból, és akkor ilyen mentális egészséggel foglalkoznak nagyon sokat, önképpel, elfogadás, tehát hogy ilyen ilyesmi témákkal foglalkoznak általában. Most néztem a házad alatti bánya 34-270 körül. Nagyon szépen köszönöm, nagyon-nagyon király vagy. Ez alapján már biztos, hogy hazatalálunk, mert az otthon között nem mellette. De ja, szóval van nagyon sok ilyen tök tematikus podcast amúgy. Ami ilyen nagyon-nagyon szigorúan, de van egy csomó, ami mit tudom én ilyen általában. Magyarországon nem tudom, hogy mennyi podcast van, bevallom őszintén. Azt tudom, hogy Coveryéknek a Podcad is egy podcast volt, az a kevésbé összeszedett fajta podcastek egyike. Nekünk a Cubecast is egy podcast egyébként, szintén a kevésbé összeszedett fajta podcastek egyike, ami egyébként egy kicsit rá is nyomja a bélyegét, szóval az egy kicsit készülősebbnek kéne lennie. Amúgy, csak talán ott az a para. Hát a fenn se tudja. Mindegy, valószínűleg egy kicsit készülősebbnek kéne lennie. Tehát, hogy a Cubecast is egy podcast. Annak ellenére, hogy van képi megjelenítése a dolognak. Mert annak van ugye képi megjelenítése. Ott ülünk igazából Skype-on, tehát hogy nem egy nagy cucc. Az is simán hallgatható, csak is kizárólag podcast formájában. Szóval nem tudom, hogy magyarul a... Magyarországon így mennyire erős, de azt tudom, hogy most jelenleg egy tök felkapott formátum, tehát hogy tök közkedvelt. Tehát mit tudom én, van az Égéstér, ami még így eszembe jut magyar podcast nyilvánvalóan, ami a... azt hiszem a Totál Káros csap... Én a Totál Kárból ismerem őket. Ami egy ilyen autó... vagy...
Total Car. Igen, az azt hiszem a Total Car podcastje. Nem vagyok benne, ez az egyik biztos. Ne haragudjatok, ha nem. De azt mondom, hogy az is egy ilyen, az egy olyan autós tematikájú podcast. Niga Higának is van. MKBHD most indított podcastet. Tehát ez egy ilyen felkapottabb, ilyen beszélgetősebb formátum. A Happy Hour az olyan podcast? Végül is igazából ott is az autó, tehát hogy... szerintem az is podcast. Nem vagyok benne biztos, hogy pontosan milyen... Amit most indított a VR, az biztos, hogy podcast. A Happy Hour az inkább reggeli műsor szerintem. Én inkább oda sorolnám, de lehet, hogy podcast itt neki számítottól függetlenül. Igen, tehát hogy... hogy az is... most biztos, hogy indítottak egy podcastet. Tehát, hogy most biztos, hogy indítottak egy podcastet a VR-ék is. VR-ek. Szép volt, Viktor. Szóval az is tuti. Mit tudom én. Tehát, hogy tényleg nagyon-nagyon sok. És mondom, van, ami tematikus, tehát van, ami ténylegesen egy adott tematikával kapcsolatos, és akkor ez nem is feltétlenül ilyen örökké tartó dolog. Tehát, hogy mit tudom én. Én most ez egy példa, nem tudom, hogy van-e ilyen, de hogy én például el tudom képzelni, mondjuk el tudok képzelni egy olyan podcast sorozatot, ahol most ez onnan jutott eszembe, hogy bejártam, utána néztem, hogy az erdőkben hogyan lehet túrázni biciklivel, és el tudok képzelni mondjuk egy pár epizódos bicikli túrázó helyekkel és bicikli túrákkal foglalkozó podcastet. Mondjuk egy első podcast rész, amiben átbeszéljük, hogy egyáltalán ez hogy működik, hogyan, és akkor mondjuk el tudom képzelni, hogy utána mondjuk úgy nézne ki ez a podcast konkrétan, ami most így eszem, most így nem most ugrott így az eszembe, de most, hogy így ennek így utána néztem, hogy vajon csinál-e valaki, igazából az jutott eszembe. Az én ötletem az úgy nézne ki, hogy elmegyünk egy adott területet, tehát mit tudom én, elmegyünk a Mátrai, most ugye ott voltunk nyaralni Zsoltinál, elmegyünk a Mátrai, a Mátrában nagyjából egy olyan 90 kilométernyi kijelölt kerékpáros túraútvonal van, elmegyünk, bejárjuk azt a 90 kilométert, ott vagyunk egy pár napot, és utána átbeszélgetjük az élményeket, hogy hol lehet jót enni, milyenek a szállások, kipróbálunk közben többet, értékeljük így a dolgokat, milyen volt az élmény, milyen az útállapota, milyen biciklit ajánlunk hozzá, milyen dolgok elengedhetetlenek, miknek érdemes utána járni. Szóval értitek, és aztán mit tudom én, a következő az meg mondjuk a Pilis. És akkor mit tudom én, a Pilisben is van X kilométer kerékpárra is bejárható turistaút. És akkor nyilván érdemes, mit tudom én, azt is körbetekerjük, ott is eltöltünk egy pár nap, ezt nem úgy képzeljétek el, hogy egyik nap, másik nap, mit tudom én, hanem egy jó pár hét múlva, és akkor amikor hazaérünk onnan, akkor ott is átbeszélgetjük, hogy mik voltak a tapasztalatok, milyenek a szállások, mikkel találkoztunk, mikkel nem találkozhatunk. És ide nem is kellenek bevágott montázsok, tehát ez beszélgetős rendszerben is teljesen jól tud működni, nyilvánvalóan videóformájában is jól tud működni bevágott montázsokkal. De hogy az teljesen más, tehát rövid videókat is össze lehet belőle rakni, de hogy ebből egy ilyen 40 perc körüli beszélgetős műsort is simán lehet csinálni mondjuk. Tehát ez mondjuk nekem az ötletem, most se terepbiciklim nincs hozzá, se semmim nincs, hogy elkezdjek egy ilyen podcastet, ha valaki el akarja lopni, go ahead. Az enyém úgyis nézettebb lesz, ha egyszer lesz terepbiciklim hozzá. Jaj, nagyon úgy néz ki, hogy a Csepelnek lehet, hogy most elgondolkoztam ezen, hogy nekem kéne egy ilyet promóznom, vagy nem kéne, de mivel nem állok velük semmilyen üzleti kapcsolatban igazából. Szóval nagyon úgy néz ki, hogy a Csepelnek lesz gravel bike-ja, és lehet, hogy megfizethető lesz. A Vászettnek tudom csak az árát, azt valaki meg... Egy Instagram accountot találtam, ami a Csepel arra utal, hogy a Csepelnek lesz, van egy gravel bike-ja, csak még nincs forgalomban, és az egyik kép alatt megkérdezte valaki, hogy milyen árban van a dolog, és hogy a Vászett lesz valami 200 körül, és ha a Vászett csak 200 körül van, akkor lehet, hogy összességében megfizethető a bicikli. Mert drága, nem azt mondom, csak
nem szuper drága. Mindegy, ez most nem ilyen fizetett hirdetés, meg semmi ilyesmi, csak észrevettem. És nyilván azért tartom relevánsnak, meg azért meséltem el nektek, mert pont most beszélgettünk arról, hogy keresek gravel bike-ot, és mennyire jó lenne, ha lenne egy magyar gyártónak, mert hát, ha velük tudnék valami együttműködést. Nyilván ez még semmi, tehát ugye ezt el se kezdtem, meg semmi ilyesmi, nem is merek írni egyébként az ismerősömnek, aki ott dolgozik náluk, mert olyan suta, meg én ebben nem vagyok jó, tehát olyan fura lenne így ráírni, hogy hello, nem beszéltünk 5 éve! Ami nem igaz egyébként, mert egyszer beszéltünk, de hogy hello, nem beszéltünk 3 éve! De látom, hogy nagyon úgy tűnik, hogy hát, ha ilyen helyzetben vagy, és hogy nem akarunk együtt dolgozni. Szóval ez nekem nagyon fura, nekem ez nem megy. Pedig rá kéne írnom amúgy, mert minden megvan az ismerettség, tudok is írni, megvan a komp, mindegy, hagyjuk is. Szóval ez például egy tök jó podcast téma lenne. Micsoda, nem bizalom. Ne is van. Ja, ez még a izére szólt. Igen, nyilván fizethetnének emiatt, de nyilvánvalóan nem fizetnek emiatt, mert én meg csak lelkes vagyok dolgokkal kapcsolatban, és amikkel kapcsolatban meg lelkes vagyok, azokról meg beszélni fogok nektek. És közben egyébként simán lehet, hogy nem lesz jó amúgy a bicikli, tehát halvány elképzelésem, sincs így ránézésre, kerékpárnak tűnik. dizájnját tekintve olyan kerékpárnak tűnik, ami a... Végül nem zárjuk annyira rosszul vassal a témát. Szóval... olyan kerékpárnak tűnik, ami nekem tetszett kinézetileg. Tehát, hogy ennyit tudok róla jelenleg. Rá kéne írnom, ugye? Rá kéne írnom valószínűleg. Ó, üdvözletem! Köszönöm, Viktor, a kiváló pihentető tartalmat ma estére is. Jól esik a mai 11 óra után is a te streameden kipihenni magad. Nagyon örülök, hogy így érzed. Én bevallom őszintén, a mai streammel nem vagyok teljesen elégedett. Több aspektusában sem. Kötélhajtású bringet. Azért gondolsz a szíjhajtásra? Mert az nem kötél. Lehet, hogy kötél. Én ezt nekem a szíjhajtás ugrik be. Nem próbáltam. És fekvőt sem, de fekvőt szeretnék. A szíjat is nyilván tök izgi lehet, de az annyira nem érdekel, csak más a meghajtás módja. A fekvő azért izgi, mert az tök más. Ne szóld el, még meghalhatsz. Ó, az kéne még. Az, akkor elégedett lennék a mai streammel. Az a helyére rakna mindent. Na, szóval ez például egy ilyen tök jó podcast téma lenne, és ezt például tökre el is tudom képzelni, hogy Magyarországon a tartalmamtól függetlenül is működne. Tehát, hogy úgy tudna működni, hogy olyan embereket tudnék én személy szerint például elérni vele, akiket nem érek el a gaming tartalommal, mert tökre nem érdeklik a gaming tartalmak, hanem egyszerűen csak a gamer tartalomon felépített kommunikációs képességeimet tudnám jól megvillantani ebben a podcastben. Az a helyzet, hogy lehet, hogy eszembe jutott, hogy lehet, hogy közvetlenül ezzel az ötlettel kéne írnom ennek az ismerősömnek. Well, what can I tell? Na mindegy. Majd lehet, hogy összeszedem rá a bátorságot. De lehet, hogy nem. Pedig egyébként kicsit is. Harapnál. Istenem, ez az üzleti része, annyira szeretném, hogy menjen. Olyan jó lenne, ha menne. Annyira jó lenne. Így odaállni és azt mondani, hogy srácok, nektek azért lenne jó, ha adnátok nekem egy biciklit. Mert ilyen és ilyen elérést adnék, ami egyébként ráadásul hiteles, de nem, ehelyett fogom és megveszek mindent én. Nem mindent, nem veszek meg mindent, nincs Porsche-n például. A Porsche-t például nem vettem meg, nem is adtak, nem erről van szó, csak hogy értek, nem veszek meg mindent, és a Porsche volt az első, ami eszembe jutott. Zaklassalak ezzel is, ne Tomi, kérlek ne, ezzel ne, ez nem attól függ, hogy elfelejtem-e vagy nem. Azokkal a dolgokkal kérem, hogy zaklass, amiket elfelejtek. Ez ilyen saját gátlásaim legyőzése. Poén lenne ismerősöd nézni, és ő írna rád. Ő szerintem nem foglalkozik ennyire gaminggel, hogy nézze a streamemet. Tehát szerintem ő nem nézi a streamemet. Kérdezett, hogy ne szájtol, neki nagyon megy a sellout. Ő is egyébként nagyon hasonló cipőben van, mint én azért. Csak sokkal több megtekintéssel.
Szén. Van egyáltalán szükségünk ennyi szén? Jó, az a helyzet, hogy nincs több vasunk, mint volt, de van pont annyi vasunk majdnem, mint amennyi volt. Egy kicsit buktunk csak. Ha találnék még egy bányát, akkor az már tök jó lenne. Tehát még egy bányát, amit ki tudok pakolni, és utána mennénk haza, akkor az már tök jó lenne. Kedves emberek, itt van valaki a csepeltől. És így valaki itt így lapul, hogy így... Jaj, a srácok, szavazzatok, de szerintem meg van szavazva, szóval nem tudom, hogy áll a szavazat, de lenne egy tippem, hogy... Még a megyéből se, nem úgy Csepelből. Lemaradtál valami fontosról? Nem. Szerintem a mai streamben így nem. Semmilyen világot megváltó dolog nem történt. Ismerkedtünk az Oxygen Not Included-dal. Épp Nessai Rage Game 2-vel játszak. Néztem a múltkor. Mennyire jó, hogy én nem játszok Rage Game-ekkel. Te jó Isten. Hát ez mennyire ilyen agyi basztó dolognak tűnik. Nem pont ez a játék, hanem az összes Rage Game. És az a játék is egyébként beleértve. Ó, nem a szíjasra gondol, hanem fel van tekerve két zsinór, oldalt egy-egy. Ó, igen, most így elkezdted leírni, így beugrott, hogy láttam róla képet. Nem, ez nem az, amivel ilyen taposó mozgás, várjál, lehet, hogy írod is. Nem az, hogy így, igen, ilyen taposó mozgás, inkább a meghajtása, nem kör alakú mozgás, tehát nem ilyen körmozgás, hanem inkább így felle mozog a láb a hajtás közben. Ja, nem. Nem sok ilyen speciális bicikli ez volt eddig életemben, szerencsém. Valószínűleg, hogyha elkezdenék, nem tudom, így komolyabban a tartalom szinten is foglalkozni biciklikkel, akkor azért össze tudnék hozni valamit, hogy így ezekhez lehessen, szerencsém. Én például egy izét szeretnék nagyon kipróbálni egyszer, de azt nagyon. Egy velocipédet. Velocipédnek hívják? Jöjjtsetek ki a tévedek, azt hiszem, nem már. Azt hiszem velocipédnek hívják. Ami elől egy nagy kerék, hátul meg egy pici. És a nagy kerék közepén van a... van az agy. Ami így is ott van. De hogy azon van a hajtókar és ott van a pedál is. Mennyire van kész az Oxygen Not Included? Hát eléggé. Azt nem tudom, hogy jön-e hozzá változás, de azt tudom, hogy tök jó állapotban van. Két perc, ha szeretnéd lelőni a streamet, nem lesz feltétlenül két perc, ha lelőve a stream, mert szeretnél visszakeresni a nyavajás vasat. Fúj. Isten, hogy tudok ilyeneket mondani néha. Hihetetlen. Mert én tudom, hogy csak nem áll nyilván az ember szájára gyorsan, mit tudom én, de fúj. És ráadásul egyébként úgy követek el ilyeneket néha, hogy közben meg mindenkit, akit hallok, azt így halálba ki oltogatom vele. Ó, én is adnék egy nagyon, nagyon egy biciklis videósorozatot. Van most egy bringás csatorna, amit elkezdtem nézni, és tökre imádom a tartalmukat. Csak nem vagyok benne biztos, hogy elég hiteles kerékpáros lehetek, mert ugye én fixizek így 10x éve. 2000... Hol igak a múli? Mióta fixizek? 2000... Mióta fixizek olyan? 2000... 8. évfolyam után. Mikor kezdtem a gimit? 2007? 2006? 2007? 2012 magasságában érettségiztem. Akkor ez 2006-2007. Tehát 2006-2007 óta fixizek, az okés. De hogy így nincs nagyon komoly tapasztalatom terepen.
Nincs nagyon komoly tapasztalatom biciklikkel, nem vagyok nagyon ügyes. Még egy kerekezni se tudok. Pedig szeretnék tudni egy kerekezni. Nagyon szeretnék tudni egy kerekezni. Jó, nyilván fixin is meg lehet tanulni, de a legjobb biciklire. Oké, okay, 30 és mínusz 270 volt az adat, amit kaptunk. 30 és mínusz 270. Ebbe az irányba ez nem változik. Ez változik. Oké, okay, ebbe az irányba kell mennünk. Oh god. Há, miért van itt minden hegy marha nagy? Van marha... Miért nagy minden hegy? Ez már nem fog menni. Utána azokat a bicceléseket, akik meg akarnak halni. Senki nem akar meghalni. Annyit ekézik egyébként a bicikliseket, de higgyétek el, hogy amúgy az autósok se kutyák. Tehát nem, ez most nem, ezzel nem védem a bicikliseket, nem megyünk át a piroson, nem csinálunk ilyeneket, de hogy ugyanez, ahogy mondjátok ti, hogy én azokat a bicikliseket nem szeretem, akik meg akarnak halni. Nyilván a biciklisek meg azt gondolják, hogy én azokat az autósokat nem szeretem, akik meg akarnak ölni. És hogy nagyon-nagyon-nagyon sokszor szuper szabálytalan autósokkal találkozom. Ó, most az új mód itt a 17. kerületben, nagyon örülök neki, mindenki szuper jó fej, mindenki nagyon aranyos. Tényleg, mindenki nagyon-nagyon aranyos, de ez a szabály ellenére integetünk, hogy elengedjünk valakit, én ettől kiborulok. Ugye vannak bizonyos szabályok, amik így nem azért vannak, mert viccesek, hanem azért, mert eldöntenek helyzeteket, és egyértelművé tesznek helyzeteket. 50 évesen már nem szeretnék streamelni. Hát, hogyha releváns tartalmat tudok streamelni, ami 50 évesen is jól áll, és 50 évesen is otthon érzem benne magamat, akkor de. Csak nem tudom elképzelni, hogy ez így legyen. 82. napon vasszuc. Ó, mesélj el neki valaki, hogy miért van még mindig vasszucunk. Jó, elmesélem gyorsan. Szóval, olyan szabályok szerint játszunk a hardcore pótlásaként, hogyha meghalunk, akkor elveszítjük az inventorinkat. Kész. Smusz. Nem szedjük fel. Tehát, hogy nem veszem fel az inventorit, nem nyúlok az inventorihoz, nem csinálok semmit. És hát, happen to be, tömegesen vesztem a vasat meg a gyémántot az ilyen köreimmel. Tehát, hogy ennyi. Igen. 82. napon, igen, még mindig vasszuc. És, csak hogy teljesen az élmény, nem is teljes vasszuc. Tehát, hogy még a vasszucból is hiányos. Illetve a másik, hogy ez egy amplified világ, ami azt jelenti, hogy bárhova eljutni, az nagyságrendekkel több idő, és nagyságrendekkel több energia. Tehát, hogy gyakorlatilag igen, vasszucba vagyunk, viszont a Netherben van egy alagút hálózatunk, amin el tudunk jutni helyekre. Nem tudom, hogy neked szokott-e lenni. Viszont egyébként ez sajnos egy jogos felvetés, amúgy. Mert hogy azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy jogos felvetés. Oh, wow. Milyen sebességgel érkeztél. Most megint egy lag volt. 90%-ban szabályos vagyok a bicajos szituációban. Hát, vagy nem. By the way, nem vagyok benne 100%-ig. Tehát szerintem záróvonalnál biciklis se lehet előzni. Ja, az zebrán való átbiciklizés, ez ilyen teljes nonsens. Illetve nem ez a teljes nonsens amúgy. Szerintem. Nem a zebrán való átbiciklizés a teljes nonsens, hanem a bicikli utat egyszerűen rávezetni a zebrára. Az a teljes nonsens. Ahol teljesen flat zebra van, ott nyilván nem szabad. De ott már a járdán se lehetne. Tehát ez ilyen teljes hülyeség. Nem a te részedről, hanem a biciklis részéről. Ott már a járdán se lehetne előtte. Tehát, hogy konkrétan még ott se lehetne. És viszont nagyon-nagyon sok helyen
meg nemes egyszerűséggel rávezetik egyszerűen. Tehát itt például a 17. kerületben van egy bicikliút, ami a patakparton végigmegy, utána lekanyarodik, és aztán átmegy egy úton, és az út másik oldalán valamilyen oknál fogva megy tovább. És hogy egyszerűen ott van egy kereszteződés, jól láthatóak a kerékpárosok, semmi nem indokolja, hogy ne mehetnének át kerékpáron. Tehát, hogy semmi az ég egyet a világon nem indokolja, hogy nem mehetnének át kerékpáron. Egyszer csak véget ér a bicikliút, ott van egy zebra, és a másik oldalon újra kezdődik a bicikliút. És így állsz, hogy bloody hell, miért kell nekem mindig lepattognom mindenhol? Tehát, hogy így... Van nagyon sok olyan szituáció, ahol igenis átgurulok a zebrán. Egyszerűen azért, mert nem indokolt, hogy ott egyszerűen csak nem festették fel a bicikliútat. Tehát, hogy ott kellett volna a zebra mellett feltüntetni egy biciklisávot, és azon a biciklisávon viszont át lehet menni. A másik, hogy a bicikliútakat, mint a hülye minden fa körül vezetik. De tényleg, tehát hogy ilyen teljes nonsens útvonalak vannak. Ilyen... most volt szerencsém a balatoni bicikli úthoz, én tudjátok, hogy egyszer megkerültem már a Balatont majdnem, csak elütöttek, akkor viszont nem bicikli úton, hanem szabálytalanul kint az úton, mert ott konkrétan lehet haladni. És lehet ténylegesen menni. És most, ahogy utoljára lent voltam, egy 66 kilométeres túrát tettem mellék utcákon, bicikli utakon, ilyeneken, hát ez közel járhatatlan, te jó Isten! Olyan dolgaik vannak azon a bicikliúton, és a legtöbb bicikliút egyébként ilyen, tehát a legtöbb bicikliútat így tervezik. Megszűnnek, újra jönnek, utakká válnak, mit tudom én, hihetetlen az egész. A Balatonon konkrétan volt egy rész, ahol... Oh boy. Szóval a Balatonon volt egy rész, ahol nemes egyszerűséggel egy végtelen emelkedő után nem is 90 fokot fordult az út, hanem visszafelé. És ilyen, mit csinálsz itt? Tehát, hogy? Na mindegy, nagyon furcsa. Gördeszkák, hogy ez? Én szeretem egyébként. Ó, kéne írnom chat szabályokat. Akartam a múltkor. Szóval, hogy én értem, hogy és teljesen értem azt, hogy miért nem szabad kimenni zebrára biciklivel. Teljesen értem. Túl gyorsan érkezik, az ember gyalogosra vár, nem feltétlenül azt kapja meg, ami... Tehát, hogy nem... Hello? Nem olyan sebességgel érkezik valaki keresztbe, amivel várja, és emiatt meglepődik. Ezt abszolút értem. Azt hiszem nem, hogy egy bicikliút, két bicikliútat miért kell összekötni egy zebrával, miért nem kelhetnek át a biciklisek szabályosan gurulva. Tehát, hogy miért kéne nekem, mint kerékpáros, mindenhez leszállnom. De hogy tényleg, tehát hogy miért kell gyakorlatilag minden fűhöz, fához, vadvirághoz. Ez ilyen alapvető fogalmi félreértés. Tehát nyilvánvalóan, ha valaki túrázik, és nem teljesítmény, tehát hogy ha valaki csak úgy gurul, akkor benne van, persze, akkor leszállhat, hogy ne szállhatna le. Nem kerül semmi időbe. Viszont itt közlekedik. Nagyon-nagyon sok ember közlekedik. Miért nem futok? Jelenleg most épp a derekam miatt nem futok, de egyébként valószínűleg egy csonthártyagyulladás van a bal lábamban, ami egyébként még mindig nagyon-nagyon komoly, sajnos nagyon komoly fájdalmakat tud okozni. Erre most jöttem rá a mátrai túra után. Istenem, hú, az nagyon rossz volt. Balra kanyarodásnál le kell szállni, sehol nem kell. Városhatáron kívül? Nem, sehol nem kell leszállni. Miért kell leszállni? Nem kell leszállni. Azzal kevered, hogy el kell menni a jobbra sávba, és onnan vissza kell fordulni. Tehát, hogy
Kétféleképpen lehet biciklivel kanyarodni, az egyik, hogy behúzódsz középre, a sáv középre, jelzed a balra kanyarodási szándékodat, elmész balra. Nyilvánvalóan ez abban az esetben, hogyha el akarsz engedni autókat mögötted, te nem tudsz azonnal kifordulni, akkor ez nem a sáv közepe, hanem a sáv belső oldala. De hogy a sáv közép, a kressz alapjáni szabály. A másik balra kanyarodási módszer az pedig az, hogy a jobbról érkező úthoz oda gurulsz gyakorlatilag, és befordítod a biciklidet. És úgy mész át balra, amikor annak a kereszteződésben, annak az oldalnak lesz zöldje. Ez a kettő módszer, és tudtam, a városon kívül, tehát lakott területen kívül a kressz alapján a második az, ami szabályos, ami nyilvánvalóan egy teljes hülyeség. Tehát, hogy megint csak az, hogy nem vesszük a kerékpárosokat közlekedő számba. Ami nem oké. Tehát, hogy igazából nem felsőbbrendű semmilyen formában egy autós. Gyorsabbnak gyorsabb lehet, ez mindig az, tehát ez tényleg mindig az, azonban ettől függetlenül nem felsőbbrendű. Tehát, hogyha egy biciklis meg tud várni egy autóst, hogy elkanyarodjon balra, akkor egy autós is meg tud várni egy biciklist. Minecraftban miért nem futok? Ja! Futni szoktam. Nem tudom, hogy miért nem veszitek észre. Rendszeresen futok a Minecraftban. Akkor nem, ha éppen védekezek spajzsal vagy ilyenek, de egyébként rendszeresen futok. Itt a ház körül nem, de ilyen helyeken igen. Tele van a kereszt baromságokkal. Ja, hát ez persze ez kérdésen felül áll. De hogy nem kell leszállni a balra kanyarodáshoz. Mi a leszállásjelző táblaképe? Mi a leszállásjelző? Nincs olyan tábla, hogy le kell szállni a biciklidről. Tehát nincs olyan tábla, amit meglátsz, és le kell szállnod. Nem amiatt kell leszállnod, hanem vannak szituációk, amik miatt le kell szállnod. Városon kívül én max 20-szal közlekedő részeg emberekkel találkozom. Az fura. Úgy valószínűleg nem jársz olyan helyen, ahol edzőkörök futnak. Itt nálunk a környéken, ezt már meséltem, de még egyszer, hogy a 17. kerület, Péccel, Isaszeg, Gödöllő, Tarcsák, azt hiszem Kerepes, aztán Kistarcsa, Nagytarcsa, de benne vagyok biztos. A Kistarcsa, Nagytarcsa részben igen, azt, hogy Kerepes hol van pontosan azzal kapcsolatban nem, az lehet, hogy beljebb van, mindegy. Ez egy ilyen edzőkör itt a városnak ezen a részén az országúti bicikliseknek, itt találkozhatsz olyanokkal, akik nem részegen és nem hússzal bicikliznek. Ha zebrán, ha a felfestés csak és kizárólag zebra, akkor a kressz alapján tolni kell. Ezzel nincsen semmi, ez kérdésen felül áll. Közben egyébként elérkeztünk a Minecraft résznek gyakorlatilag a végéhez. Szóval ez kérdésen felül áll, hogyha a felfestésen nincsen a zebrán mellett ilyen sárga csík, vagy bármi ilyesmi, akkor ott tolni kell, az nem kérdéses. Ettől függetlenül nem fogom tolni, mert ez egy hülyeség. És ez ilyen betudható ilyen polgári ellenállásnak, nyilván ha jön a rendőr, akkor én azt mondom neki, hogy ne haragudj, ez hülyeség, a rendőr meg azt mondja, hogy ne haragudj, ez helyszíni bírság, ennyi. És nyilván van, ő fog nyerni, mert így működik sajnos a rendszer. De hogy ez akkor lenne így igazán, és ez rendben is van egyébként, mert zebrán ne menjen át a biciklis gyorsan, mert ott egy olyan autós, aki mondjuk amire gondolok én kereszteződés, amit van nálunk nem messze, egy olyan kereszteződésben egy autós, aki nem ismeri a környéket, és nehezen üt el, mert ott pont lát mindenhonnan. Mert hátrébről indulnak, mint... Oké, abban a kereszteződésben pont nehezen üt el. De egy kereszteződésben, ahol nem ismeri az autós, hogy mi a helyzet, és nem tudja, hogy ott van egy bicikli út keresztbe, ott elüthet, mert nem arra a sebességre számít. Tehát, hogy megnézi, van egy gyalogos 10 méter, 10 méter, nincs gyalogos 10 méter, 10 méter, elindul, a gyalogos nem tudná megtenni azt a 10 métert, vagy nem tudná előugrani messzebbre, a biciklis meg tudja tenni, mert sokkal gyorsabb. Ez tökre érthető. A probléma itt azzal van, hogy nincsenek felfestve a szükséges jelek ahhoz, hogy ne csak szivassuk a biciklistákat. Tehát, hogy, vagy sok helyen nincsenek, sok helyen fel vannak. Tehát, hogy ne, mivel felvárról veszik ezt az egész biciklis közlekedés dolgot, meg amúgy egyébként az egyébként is a felfestés itt a dolgoknak, ezért nincs ott, tehát, hogy van egy bicikliút, ami az egyik oldalon is van, és van egy bicikliút, ami a másik oldalon is van, közte mégis gyalogosként kell funkcionálnod.
mehetsz előtte 1 kilométert, másfél, 2 kilométert, mert Magyarországon olyan hosszabb bicikliútak nincsenek. Jó pár kilométert, ha a Balatonon vagy, és mehetsz jó pár kilométert utána is biciklisként, de ott azon a 5 méteren, ott gyalogosként kell funkcionálnod. És ez egész teljes hülyeség. Tehát, hogy ez itt igazából a probléma amúgy ezzel a dologgal. Mennyi volt biciklivel a magsebességed? 60. Ha a 16. kerület felől jössz a főúton, akkor Kistarcsa után lesz kerepes. Akkor viszont, ahogy én számolom, az fordítva van, mert ugye én Gödöllő felől számolom, akkor először kerepes Kistarcsa és utána Nagytarcsa. Köszönöm. A valódi gyakorlati indoka nem az, hogy a kerékpáros ne üsse el a gyalogost. Tehát, hogy nem. Értem én, hogy mire gondolsz, de nem emiatt kell leszállni. Tehát, hogy a logika mögötte itt, most nem azt mondom, hogy mi a szabály, mi alapján írták a szabályt, mit tudom én, nem ezt mondom, hanem azt mondom, hogy a logika az egyetlen, ami, mert érted, tehát, hogy vannak bringa gyalogutak, amik kilométeren keresztül bringa gyalogutak, és majd az 5 méter azon majd jól elüti a gyalogost a kerékpáros. Tehát, hogy ez egy hülyeség. Lehet, hogy erre hivatkoznak, ettől függetlenül ez az indok, nem tudom, hogy erre hivatkoznak-e, nem tudom, hogy a keresztben egyáltalán van-e magyarázat azzal kapcsolatban, hogy miért kell leszállni az ebrán. De hogyha felfestenek teljesen bátran bringa gyalogutakat, bárhova, kilométert, ami itt van nálunk bicikliút a Patakparton, az 4,5 kilométer talán egy irányba, nem tudom pontosan, 4 és 5 körül valahol. Tehát, hogy az végig bringa gyalogút. Tehát a zebrán nem az a baj, hogy ne üsse el a gyalogost a biciklis. Nem az üzemanyag, az a helyzet egyébként, hogy nem az üzemanyag bevétele miatt figyelnek jobban az autósokra, hanem egyszerűen az régebb óta van, és komolyabban veszik. Ez nem bevétel kérdése, nem is lehetne az, nem is szabadna annak lennie. Az emberek alapvető emberi jog az, hogy egyenlőek, nem amiatt, egyszerűen azért, mert ezt komolyabban veszik. Régebb óta van, régebb óta csinálják, hozzátársul egy ilyen dolog, hogy fejben is úgy gondolják, hogy komolyabb ember az, aki autóval közlekedik, mert hát nyilván van fent tud tartani egy autót, a biciklista meg csóró, én meg most ilyen autóárú bicikliket nézegetek. Öregek mennek az a négykerekű aksis izével. Szerintem az a bicikli útra való, ki kell kerülni. Tehát, hogy szerintem ki kell kerülni, és ennyi. Jelölve van, hogy bringa gyalogút, gyalogos számít rád. Nem, a gyalogos nem számít senkire soha. Nem is feltételezi senki soha, hogy a gyalogos számít rá. És egyébként is a biciklisnek kell reagálni a gyalogosra, mert ő lát. Tehát, hogy ő az, aki figyel, a gyalogos meg csak csinál dolgokat. Ezért van kultúrált országokban lefele menő. Tehát, hogy úgy van összerakva nagyon sok helyen egyébként, például Hollandiában a kressz, hogy általában a nagyobb a felelős. Tehát, hogyha van egy, ezt nem tudom pontosan, nyilván nem én élek Hollandiában, most a tesóm mesélte, hogyha egy gyalogos elüt egy galambot, akkor a gyalogos a felelős, ha egy biciklis elüt egy gyalogost, akkor a biciklis a felelős, ha egy autós elüt egy biciklis, akkor az autós a felelős, egy kamionos elüt egy szarértitek, tehát így felfele megy. Nyilván vannak kressz szabályok, amik ezt felülírják, blablabla, de hogy általánosságban ez így van. És nem, a gyalogosok mozgásán aztán az égvilágon semmit nem változtat. A zebránál az elsődleges veszélyforrás, ami ténylegesen veszélyforrás, az az, hogy az autós nem számít a biciklistára. És nyilván mondom, lehet, hogy van valaki, aki így akarja magyarázni, tökre el tudom képzelni, hogy a rendőrségnek ez az álláspontja, vagy bármi ilyesmi, csak nem értek vele egyet. Tehát, hogy szerintem nem azért kell leszállni egy zebránál, hogy ne üsd el a gyalogost. Ne üsd el a gyalogost, ne legyék retén. Ez sem jó, de ez nagyon jó. Mindenki nagyon óvatos. Ez ilyen tekintetben nagyon is jó.
Én egyébként általában zebrán úgy megyek át, hogy a vázon ülök, és fél lábbal lököm magam. Tehát, hogy én abból vissza tudok ülni a nyerekbe, hivatalosan ez nem leszállás, tempó tekintetében mégis nagy vonalakban gyalogos vagyok. Ugye én nekem be van kötve a lábam, én nem fogom kioldani mind a kettőt. A jobb oldalit tudom kényelmesen, tehát a jobb oldalit odanézés nélkül vissza tudom rakni, mert egyszer megtanultam, tehát ez ilyen izommemória. Hogy egyszerűen tudom, hogy hol a pedál, tudom, hogy hol van a szíj. Ugye nekem úgy van, hogy a pedálon van egy szíj, és az lefordul, hogyha nincs a lábamon. Tehát, hogy tudom, hogy kell úgy emelnem a lábamat, hogy a lábammal először visszaforduljam, visszafordítsam és bedugjam a lábamat. Ezt jobb lábbal meg tudom csinálni, bal lábbal nem tudom megcsinálni. Úgyhogy nem húzom ki. Biciklivel is gyalogos vagy, ha nem szállsz föl. Persze, ha nálad van egy bicikli, akkor gyalogos vagy. A gyalogos féktáv 30 cm, a kamion egy 90-nél több. Értem, de hogy ez attól függetlenül nem a gyalogos fog mindig megállni. Tehát, hogy attól, mert a kamionos nagyobb a tál meg, tehát a kamion mit keres a városban? Mert most komolyan, tehát most nem teherautóról beszélünk, egy kamion mit keres a városban? Semmit. Elvileg egy kamionosnak és egy gyalogosnak nem kéne ugyanott lennie, ha jól működne a közlekedési rendszerünk. Főleg nem olyan sebességgel, hogy 100 méter legyen a féktávja. Egyébként nagyon jól megállnak azok a kamionok, hidd el. A vonat az egészen más. A vonat az egészen más, illetve nyilván van az öngyilkos kerékpáros is egészen más. Tehát, hogy ez nyilván ez egy alapszabály, ami felülírható dolgokkal. Tehát, hogy abszolút felülírható azzal, hogyha a biciklis tüntető jellegűen hülye. Tehát, hogy mit tudom én, visszamászni. Tudjátok, vannak ezek a kínai videók, ahol a kínai néni úgy csinál, mintha, tehát ilyen biztosítási csalást akar elkövetni, és így ráfekszik az autóra, meg ilyenek. Nyilván ez egy hülyeség. Van városon kívül is bicikliút és zebra? Igen, most gyalogosról beszéltünk, nem biciklistáról. Biciklista van városon kívül, gyalogos nincs nagyon városon kívül. Nagyon ritka, hogy van. Van nyilván kis települések között, de ott ha jó lenne a rendszer, akkor ott a kamionos egy autópályán lenne éppen. Nem nagyon nézem egyébként, nem is tudom, hogy kell felolvasni a nevét a Lacka videóit. Párat láttam, tökre adom a stílusát, és tudom, hogy hova kell mennie, de ez nem ideális attól még. Értitek? Fixizünk így mi is öngyilkos jelenetek. Attól meg nem vagyunk. Én meg aztán pláne nem, srácok. Én úgy állok meg mindenhol. Én annyit tanultam az első évemből. Egy pillanat is át is írom chest chattingre. Én úgy tanultam meg az első éveimből a biciklin, hogy szerintem nekem nem jár elsőbség. Egyébként a bicikliutokon rendszeresek a járdák. Egyébként alapvetően ez lenne a jó. Tehát írja Kazó KZ, hogy, mert hogy ez a neve, nem meggondoltam magam, hogy kell felolvasni, hogy közlekedésben mindenki szarik mindenkire, és kb. Mindenre, csak kb. Tartja a szavaikat, nagy részét, míg a rendőrök... igen, tehát hogy ez lenne az elsődleges. Hogy figyeljünk egymásra. Tehát, hogy ez lenne az elsődleges, hogy figyeljünk egymásra. És aztán kezdhetünk el vitatkozni azon, hogy ilyen szabály, olyan szabály, mit tudom én. Hogy ne legyen a saját, nem tudom, saját 10 perc előnyünk fontosabb egy másik embernél. Ne legyen az a helyzet, hogy még az ő 10 perc előnyénél se legyen fontosabb. Erre nagyon jó példa, egy szakasz, ahol hazajártam régen a gimnáziumból, egy nagyon húzós emelkedő, és nagyon durva letekerni egyébként, és rendszeresen kamionok értek utol. És abban az esetben egy kamion nem próbált, és nagyon szűk is az út, ha egy kamion nem próbált izmozva megelőzni, akkor az első adandó alkalommal leálltam előle. Vannak ilyen oldalról ilyen földes utak, amik bekötnek, meg van egy parkoló, tehát az első adandó alkalommal lehúzottam előle. Mert nem szivatni akarom, hanem én is közlekedni akarok. Szerintem nem tudom, hogy egyszerűbb fixit építeni, de hogy az viszonylag...
Igen, az, hogy elsőbbsége annak van, akinek megadják, az nagyon igaz. És ez a gondolatmenet, én ezt szerint közlekedek egyébként mindig, ez nagyon sokszor megmentette az életemet. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon sokszor, nem tudom, hogy megmentette az életemet, mert nem tudom, hogy mekkora baleset lett volna belőle. Ez nagyon jó hangzik ez a mondat, de hogy nagyon sokszor mentett meg balesettől. Az viszont teljesen igaz. És amikor meg nem, amikor meg balesetem volt, az meg izé volt mindig. Az, hogy feltételeztem, hogy megkapom az elsőbséget. Egy sávosból biciklis elét került. Mondjuk a körforgalmakban így se úgy se biztonságos egyébként. Így se úgy se biztonságos kint menni biciklivel. Csak ha nagyon lassan mész és nagyon egyenesen, mert főleg külvárosi, tehát az ilyen külső területeken, ilyen városon kívüli, vagy nem szuperforgalmas belvárosi körforgalmak esetén szerintem halálos kint menni, mert az összes autó kisodor minden port, és meg koszt meg mindent, és elvágódsz mindenen, de mindenen. Egyébként nekem hozzá kell tenni, hogy nekem baleset miatt fájátod, nem? Nem, semmi köze nincs a kettőnek egymás, csak nyomorék a derekam. Nekem apum teherautósofőr, méghozzá elég nagy teherautót vezetett nagyon sokáig, tehát ilyen 22-25 évig vezetett mixert, ami a betonszállítós mixert, ilyen négy tengelyes szörnyeteget. Jó, nem mindig négy tengelyes, tehát volt egy három tengelyes, meg aztán volt egy pumpás mixert vezetett, szintén nagyon sokat, ami még van, még több fém, ennyi a lényeg, igazából még nagyobb a dög, még nehezebb. És mi nagyon átbeszéltük azt, hogy például hol látnak, hol nem látnak, hol mire kell figyelnem, mire nem kell figyelnem, miért nem megyek a közelébe sem egy ilyen teherautónak. És van egy minimális technológiai hozzáértésem is, de tényleg minimális, tehát én nem értek nagyon az autókhoz, de azért van egy ilyen átfogó képem arról, hogy minek hogy kéne működnie. És... hogy fix váltékonyan? Ugyanúgy, hogy bármivel fixít, csak lábbal fékezel. Az ilyen normális országúti fékek fékereig, tehát hogy a legtöbb, oké, fixivel se fogsz úgy megállni, mint egy tárcsafékkel, de a legtöbb úton rohangáló biciklinél gyorsabban megállok. Nem fog a fék, egyébként nem létezik. A műanyag fékkaros bicikliket árulnak, ne viccelődjünk már. Szóval volt olyan nem egyszer már, hogy hallottam, hogy a mögöttem lévő teherautónak csak fura a hangja. Tehát ugye a fékének volt nagyon fura a hangja többször is, és láttam az út szélére, és megvártam, míg elmegy a teherautó, mert nem akartam mögöttem tudni. Főleg nem mondjuk az éles saroknál, ez egy kereszteződés kőbányán, ami így lejt is, meg minden, az ilyen szuper. Ott ilyen álltam, és ilyen vártam, hogy vajon meg tud állni, mert hogy annyira fura volt. Tehát ilyen nagyon csikargott, meg minden baja volt, szóval nekem vannak ilyeneim. A kontrafékes bicikli a legjobb. Technikailag nem, mert kisebb a fékereje, mint egy fixinek, de aha. Az a helyzet egyébként, hogyha fékerőt veszünk egy biciklin, meg bármilyen kétkerekű járművön, vagy bármilyen járművön, by the way, akkor az első kerekeken tudod maximalizálni a fékerőt. Tehát, hogy mivel nyilván veszélyes, tehát nyilván itt technikáról beszélünk, tehát hogy itt nem azt mondom, hogy húzd be az első féket, és akkor lesz a legjobb, de hogyha igazán megtanulsz fékezni, és megtanulod kezelni azt az eszközt, amin vagy, akkor az első keréken tudod maximalizálni a fékerőt, mert akkor maximális, amikor a hátsó kerék majdnem elemelkedik a földtől, és akkor meg a hátsó kerék fékereje már nem nagyon számít a dologban. Na, a BMX-on ott tényleg nincs fék, fixin ott azért lehet leállni. Attól, mert egy teherautó jön, alapvetően nem lesz joga arra, hogy előre menjen. Tehát, hogy nem fogom csak azért elengedni, mert jön egy teherautó. Ha nem vagyok benne biztos, hogy meg tud állni, akkor elengedem. Pontosan ugyanannyi jogom van az úton lenni, mint neki. Tehát, hogy ez nem egy ilyen izé. Tárcsafék az elég jó, igen, tehát azért a tárcsaféknek a leadott fékereje az azért, tehát ugye a tárcsafék technológiailag egy jó dolog.
Tehát, hogy ugye itt az is számít, hogy fékerő tekintetében, hogy ugye egy, hogyan tud ráfogni a fékre, tehát, hogy egy a V-fék például, azzal ugye para az, hogy nyomja szét a villát. Tehát, hogyha te jobban fékezel, akkor nyilván jobban fog szorulni a fék, de hogy alapvetően nyomja szét a villát is közben. Tehát, hogy a fékező erő egy része, az nem arra megy, hogy fékezel, hanem arra megy, hogy nyomod szét a villát. A tárcsafék az ugye ennyiben is nagyon jó, hogy jól ki van alakítva a szerkezet, hogy mi tart minek ellen, mi az, ami feszül, az arra van kitalálva, hogy feszüljön. A másik, meg ugye egy bicikli esetében, hogy a felni koszos. Tehát, hogy a felni lehet koszos. A tárcsafék sokkal ritkábban az. Az is lehet koszos nyilván, minden lehet koszos. De hogy a felnire sokkal könnyebben verődik föl víz, sár, ilyenek. A tárcsafékre meg nem nagyon. Egy 1,5 méteren nem állsz meg fixivel, ha gyorsan mész. Tehát, hogy ott nem állsz meg, de biciklivel sem. Tehát, hogy tárcsafékes biciklivel sem állsz meg 40-es tempóról 1 méter alatt. Tehát, hogy vagy 30-as tempóról fixivel sem. Mi lesz most? Semmi! Lelövöm a streamet. Raiderünk valakit, és megyünk. És el is kezdek sietni, mert asszonypajtás szerintem nem mer elmenni fürdeni. Mert szuper cuki, és nem akarja, hogy belezúgjunk. Belezúgjam, mert itt van a viscső. És mondtam, hogy félkor lelövöm, úgyhogy mehet fürdeni, és mondtam, hogy ha félkor nem lövöm le, akkor elmehet fürdeni, és szerintem erre a részre már nem feltétlenül figyel. Szóval Ninetta éppen Minecraftozik, úgyhogy mindenkinek további jó mulatást arra, abszolút elnézést, aki Minecraftot szeretett volna látni, és egy biciklis beszélgetésbe szaladt bele. Sajnos ez néha nálam előfordul. Úgyhogy, kaptam valami achievementet. Most, Twitchen, most. Ó, Twitch partner vagyok, yes! Ja, ez nem új. Mindegy, sose fogom tudni megmondani, hogy mit. Na, szóval mindenkinek jó mulatást, további szép napot. Lesz szombaton stream, valószínűleg. Úgyhogy, de Twitteren majd úgy is írok. Jó van. További szép napot, sziasztok! Whee!